Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük Önöket a mai kormányinfón is. Tegnapi napon a kormány ismét ülést tartott, áttekintette többek között a járványhelyzetet is. Az ezzel kapcsolatos fontos döntésekről és tudnivalókról most miniszter úr tájékoztatja Önöket. Tisztelettel köszöntöm a sajtóképviselőit és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a kormányinfót. Tegnap a kormány a múlt heti Európai Uniós kormányülés után rendes kormányülést tartott. Elsőként, úgy mint az elmúlt másfél évben mindig a járványhelyzetet vitattuk meg a rendes kormányülés keretében. Legfrissebb adatokat ismertetve azt tudom elmondani, hogy ma Magyarországon van 5.947.000 ember, aki már az első oltást megkapta, és 5.728.000 ember, aki a második oltást is. Tegnapi napon, tehát a mai friss adatok szerint, tegnap több mint 4.000, összesen 4.039 ember fertőződött meg, illetve ennyi embernél tudták a fertőzést azonosítani, és 45 beteg hunyt el, akik az eddigi gyakorlatnak megfelelően többségében idős és krónikus betegek voltak. A kórházi adatokat ismertetem. 1970 beteget ápolnak kórházban, és közülük 204-en vannak lélegeztetőgépen. A előrejelzések, ahogy eddig is, sokfélék, de abban egységesek, hogy a negyedik hullám során is a fertőzések száma ugrásszerűen nőni fog. A kórházban ápoltak száma az előrejelzések szerint a korábbiaknál kisebb mértékben, de nőni fog. Lélegeztetőgépre is várhatóan kevesebben kerülnek, és meghalni is kevesebben fognak az előrejelzések szerint, mint amennyien a második vagy harmadik hullám során életüket vesztették. De ettől még a helyzet intézkedéseket indokol, és ezért a kormány tegnapi ülésén intézkedésekről döntött. Az operatív törzs fogalmazott meg javaslatokat, ezt megelőzően konzultáltunk orvosokkal, virológusokkal és a Nemzeti Népegészségügyi Intézettel, tehát mindazokkal, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal, tehát mindazokkal a korábbi döntések során is az előterjesztéseket az operatív törzs számára megfogalmazták. A kormány három intézkedést vezet be. Az első, hogy a munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek és a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottaik számára, hogyha ezt az ott dolgozók biztonsága érdekében szükségesnek látják. A második, hogy a közösségi közlekedési eszközökön november 1-től a maszkviselés kötelező. A harmadik pedig, hogy az egészségügyi intézményekben látogatási tilalmat vezetünk be, a szociális intézmények esetén pedig az intézményvezetőket feljogosítjuk arra, hogy látogatási tilalmat rendeljenek el. Továbbra is arra kérünk mindenkit, hogy oltassa be magát. Ezek az intézkedések is azt célozzák elsősorban, hogy az oltások száma emelkedjen. Ha Európában megnézzük a járvány negyedik hullámának adatait, akkor egyértelműen azt igazolja vissza, hogy az oltás az egyetlen, ami hatékony védelmet biztosít. Ahol nagyon magas az oltottak száma, ott alacsony a negyedik hullámban a megbetegedések, kórházba kerültek és elhunytak száma, és minél alacsonyabb az oltottak aránya, annál tragikusabb a helyzet. Magyarország a közép-európai régióban a legjobbak közé tartozik, az Európai Unióban azonban az átlagot sem éri el. Tehát azért fontos minden olyan intézkedés, ami azt segíti elő, hogy az oltásszám növekedjen. Minden más védekezési mód, természetesen mindenki óvatosságra intünk, de minden más védekezési mód az csak másodlagos hatékonyságát tekintve az oltottsághoz képest. Ezek a döntések azt szolgálják, hogy az oltások száma emelkedjen, és azt reméljük, hogy a negyedik hullám fékezhető ezeknek az intézkedéseknek a bevezetése és betartása esetén.
A magyar állam természetesen szintén munkáltató, ezért ezt az állami szerveknél is érvényesíteni fogjuk. Ott is elő fogjuk írni széles körben az oltási kötelezettséget. Tehát a magyar állam, amikor munkáltatóként jár el, akkor ezzel a felhatalmazással élni fog. Az önkormányzatoknál pedig a polgármesterek jogosultak arról dönteni, hogy elrendelik-e a kötelező oltást vagy sem. Az illegális migráció adatokat már múlt héten is ismertettem. Azóta volt egy Európai Uniós súlyos találkozó, ahol az egyik fő téma a migráció volt. Egész Európában a migrációs nyomás a legnagyobb 2015 óta most, és azt látjuk, hogy az afgán helyzet miatt, illetve a fehér-orosz határon történtek miatt ez a következő hónapokban még erősödni fog. A számokat már korábban is idéztem, de azt tudom mondani, hogy most a napi átlag az illegális határátlépéseknél 319 eset, tehát 319-en kísérlik meg átlagosan a határon való átlépést. Összehasonlítva 2020 azonos időszakában 97-en kísérelték meg ugyanezt. Ebben az évben már majdnem 100 000-en próbáltak meg illegálisan átjutni a magyar határon. Azt is látjuk, hogy Európában újra kezdődött a migráció kezelésével kapcsolatos vita. Egyenlőre a bizottság sajnálatos módon a migráció pártjánál, az Európai Bizottságnak a belügyi biztosa néhány nappal ezelőtt mondott egy olyan mondatot, ami a valóság érzékelésének teljes hiányát bizonyítja. Ebben olyan mondatok hangzottak el, mint hogy a helyreállítás, mármint a koronavírus járvány utáni helyreállítás csak akkor történhet meg, ha migránsok és migráns szervezetek is részt vesznek benne. További állítása a biztosnak, aki nem tudjuk, hol töltötte az elmúlt időszakot, hogy migránsok nélkül nem tudtunk volna megbirkózni a világjárvánnyal, a migránsok nélkülözhetetlenek gazdaságunk és társadalmunk számára, mondja az uniós biztos, és azt is mondja, hogy társadalmainknak szüksége van a migrációra és a migránsokra, valamint az általuk hozott energiára. Nem kell félnünk a migrációtól, és nem kell félnünk a migránsoktól. Azt látjuk, hogy a bizottság egyelőre még nem találta el a helyes választ, ugyanakkor egyre többen találják el, például az Európai Néppárt, amely Magyarországot a migrációval szembeni intézkedések miatt bírálta, és a kerítésépítés miatt is, az Európai Néppárt frakcióvezetője és elnök jelöltje, Manfred Weber tegnap egyértelművé tette, hogy a fizikai határok létesítését, beleértve falak építését is támogatja, és azt várja az Európai Bizottságtól, hogy azokat az országokat, amelyek ilyen létesítményeket hoznak létre, a migráció ellen falat húznak a határaiknál, azokat részesítse támogatásban, és járuljon hozzá a külső, az Európai Unió Schengeni külső határainak védelméhez. Magyarország ezt hosszú ideje szorgalmazza, most levélben fordulunk az Európai Bizottsághoz, és kérjük, hogy a magyar kerítésépítés és határvédelmi költségeket legalább részben térítsék meg. Eddig Magyarország 588 milliárd forintot költött a kerítés létesítésére és külső határvédelemre. Ebből 7 milliárd forint az, amit az Európai Uniótól térítésként kaptunk. Ez a vita egy rendkívül fontos vita. Nem szeretnénk, hogy a koronavírus járvány után, vagy azzal egyidejűleg egy újabb európai válság kezdődne a migráció miatt, és a helyzet különösen az Afganisztánban történtek után élesebb, mint 2015 óta bármikor. Ezért továbbra is szeretnénk azt, hogyha az Európai Bizottság a migráció pártjáról a külső határvédelem pártjára állna, és azt látjuk, hogyha nem akarjuk egy ilyen érzékeny időszakban a járvány időszakában és a gazdasági újraindítás időszakában destabilizálni Európát, akkor mindenféleképpen hatékony határvédelemre és ehhez európai hozzájárulásra van szükség, beleértve az Európai Uniós költségvetési hozzájárulást is. Röviden ezeket szerettem volna elmondani, és hogyha vannak kérdések, akkor állok rendelkezésükre. MTV. Jó napot, én Kucsav Renáta vagyok, M1 híradótól.
Említette Ylva Johansson belügyi biztos szavait, aki ugye beszélt a migrációs paktumról, migrációs útvonalról, illetve arról is beszélt, hogy szerinte a migránsok nélkülözhetetlenek a gazdaságunk és a társadalmunk számára. Mit gondol erről kifejteni? Köszönöm. Elsősorban azt, hogy ezt minden országnak saját magának kell eldönteni. Magyarország szemben a Nyugat-Európában és Brüsszelben megszokott intoleranciával mindig is a tolerancia álláspontján volt, tehát mi nem gondoltuk, hogy meg kell mondjuk uniós tagállamoknak, hogy hogyan döntsenek a migrációról. Láthatóan vannak, akik más döntést hoztak, sokan lényegesen korábban hoztak más döntést, sokaknál bizonyos értelemben gyarmattartó történelmi hagyaték is az, hogy a migrációhoz másként viszonyulnak. Ezeket mi mind elfogadjuk, úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak nem kell ebbe beleszólni, mert tagállamok szövetsége az Európai Unió, ezért erről a tagállamokban és a tagállamoknak kell dönteni, és mi csak és kizárólag ahhoz ragaszkodunk, hogy Magyarország is a saját döntését meghozhassa, és ezért tartottunk a lehető legdemokratikusabb formában 2016. október 2-án egy népszavazást, ahol a választópolgárok soha nem látott számban utasították el a migrációt. A soha nem látott szám alatt azt értem, hogy 89 óta sem népszavazáson, sem országgyűlési választáson egyetlen egy kérdés, egyetlen egy vélemény és egyetlen egy párt sem kapott olyan támogatást, mint a migráció utasítása. Heti TV. Köszönöm. Breuer Péter, Breuer Press és Heti TV, a megújult Heti TV ma már új stúdióból, mert a nem szép ilyet mondani, de a baloldalnak sikerült egy zsidó televíziót a zsidó negyedből kitúrnia, így aztán átköltöztünk a Bajza utcába, mindenkit szeretettel várunk. A pandémia erősödése alkalmával, amit idézett a biztos asszonytól, ezt hogy kell érteni? Tehát milyen gazdasági segítséget hoznak a migránsok, mert nem sikerült megértenem. Azt javaslom, hogy a megújult Heti TV akkreditáltassa magát az Európai Bizottság sajtótájékoztatóira, és ott a biztos asszonynak ezt a kérdést érdemes feltenni, mert miután én nem értek vele egyet, azért nem tudom megválaszolni. Köszönöm. Tervezi a kormány a még fizetős vakcinák ingyenes tételét. A kormány 2-3 oltást ingyenesített, de még van jó pár, amiért fizetni kell. Most, hogy itt van az influenza járvány is. Mi az, amiért fizetni kell? Fiatal fiúknak és lányoknak még van. Van, ami már ingyenes, és van, ami még fizetős. Javaslom, hogy ezt a szakminisztérium fontolja meg. Fontos az az, hogy ami ingyenes, az a koronavírus elleni oltóanyag, és egyelőre a legfontosabb, mindenki azt adassa be magának. Milyen eredményekkel zárul az Európai Tanács magyar elnöksége? Biztos tud erről már mondani valamit. Az egyik rendezvényt Strasbourgban én nyitottam meg. A mi célunk az az volt, hogy az Európa Tanács magyar elnökségének az időszakát azt használjuk fel arra, hogy a nemzeti kisebbségek helyzetét, fontosságát, az európai sokszínűséghez adott hozzájárulását és problémáit is bemutassuk. Mindazt a helyes, illetve jogkorlátozó gyakorlatot, amelyek mindegyikére van Európában példa. Szerintem ez jól sikerült. Strasbourgban meghatározó, fontos szereplők vettek részt ezeken a konferenciákon, és azt hangsúlyoztunk, hogy miközben Európában ma minden kisebbség jogaira, még akár a józanész határán túl is igyekeznek figyelni, addig éppen azok a nemzetiségekhez tartozó csoportok, azok a nemzeti kisebbségek, amelyek őshonos kisebbségek ott, ahol élnek, nem kapnak kellő figyelmet. Ehhez tudtunk szerintem a magyar elnökséggel hozzájárulni. Sokat beszéltünk a kínai tervekről. Van-e már forgalom ön szerint a Sejem úton, és ha nincs, akkor mikor lesz? Reméljük, hogy azok a szerintem még csak részeredmények is elismerése méltóak, amik eddig történtek. Tehát önmagában az a tény, hogy az Európai Unión kívül Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere Kína. És azok a
szárazföldi és vízi útvonal fejlesztések, amelyek az elmúlt években megvalósultak, azok azt szolgálják, hogy az Európa és Kína közötti kereskedelemben, amelyet egyébként vagy kifejezve és bevallottam, vagy elhallgatva, de minden uniós tagállam fontosnak tekint, ebben Magyarországnak fontos szerepe lehet. A 2015 óta veszünk részt ugye a Selyem út, egy övezet, egy út kezdeményezésben. Azóta a Budapest-Belgrád vasútvonal megtervezése és megépítése is azt a célt tűzte ki, hogy a görögországi kikötőkbe tömegesen érkező kínai áruk a Nyugat-Európába ezen az útvonalon jussanak el. Záhony térségében egy intermodális központot alakítunk ki, ahol a Kínából közvetlenül Európába érkező vasúti teherforgalomnak a vámulásában fog ez a központ szerepet játszani. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy élénk forgalom van, és még élénkebb forgalom lesz a Selyem úton. Az előbb már kérdeztem az oltásról, de emlékszem rá, amikor bejelentették, hogy Debrecenben meg fog épülni a gyár. Mikor lesz kész, és vásároltunk-e licenceket, tehát a gyár képes lesz-e olyan oltásokra, amiket mi használunk legyártani, hogy még önellátóbbak legyünk? A cél az, hogy legyen magyar vakcina. Amíg nincs magyar vakcina, addig természetesen bérgyártásra kell berendezkedni. A gyár az 22 év végére készen kell, hogy álljon, és tárgyalni kell minden forgalmazóval. Hogyha nem magyar vakcinát gyártunk, ha addig még nem tudunk magyar vakcinát gyártani, akkor licenszt kell venni a forgalmazóktól. Segítettünk Romániának, befogadtunk első etapban 50 beteget. Van-e még kapacitásunk, hogy a környező országokból befogadjunk, illetve megépültek ezek a tábori kórházak is, ha jól emlékszem, akkor 2. Ezt elkezdtük-e használni, és használatra jók ezek? Tábori kórházak használhatóak, hogyha járványhelyzet indokoltá teszi, akkor bevethetőek. Pillanatnyilag erre nincs szükség, viszont Romániának azt a kérését tudtuk teljesíteni, hogy a súlyos helyzetben lévő román egészségügy problémáit segítve 50 koronavírus beteget Magyarországon ápolunk. Egyelőre újabb kérés más országból nem érkezett. Utolsó két kérdés. Mi történik a norvég alap pénzével, meg fogjuk-e kapni, vagy sem? És az Európai Unióval azt az összeget, amivel megállapodtunk, lesz-e megállapodás? És mikorra várható ez, ha egyáltalán? Mert ha jól értem, az ellenzék, minthogyha azt mondaná, hogy a választásokig nem fog megérkezni. Hát a megállapodáshoz mindegyik esetben legalább két fél kell. Magyarország készen a megállapodásra, de ezt mi többször elmondtuk, hogy mi számolunk azzal, hogy Brüsszel bekíván avatkozni a magyar választási kampányba, és hogyha bekívánnak avatkozni, akkor a helyreállítási alapról szóló megállapodást azt el lehet húzni akár a választásokig is. Miután az erről elfogadott jogszabályban nincs B forgatókönyv, tehát csak az A van, hogy meg kell állapodni, ezért előbb-utóbb megállapodás létrejön. Különösebb jelentősége azért nincs, mert az Európai Uniós forrásokat a magyar kormány az elmúlt 8 évben is, vagy 9 évben is mindig előfinanszírozta. Az előfinanszírozáshoz szükséges források rendelkezésre állnak. Gyakorlatilag a kérdés az, hogy az Európai Unióval mikor számoljuk el ezeket. Egy bónusz kérdés, hogy van-e véleménye arról, hogy miből fogja Lengyelország kifizetni a napi 1 millió eurós bírságot, és van-e olyan veszély, hogy előbb-utóbb mi ránk is ilyesmit sóznak? Hát van egy nehéz alkotmányos helyzet, amit az Európai Unió, Bizottság és Bíróság gyakorlata idézett elő, hiszen ma a lengyel kormánynak az alkotmánya alapján egyszerre kell, hogy megfeleljen egy Európai Uniós bírósági döntésnek és a saját alkotmánybírósága döntésének. És a kettőnek, miután azok egymásnak ellentmondanak, egyszerre eleget tenni nem tud. Hozzáteszem, rövid ideig a német kormány is hasonló helyzetben volt a tavalyi évben, amikor a német alkotmánybíróság Európában sokat tárgyalt és vitatott, ítélete megszületett. Ezért indult is egy kötelezettségszegési eljárás Németország ellen, ahol a német kormány azt mondja, hogy
ezek a konfliktusok az Európai Unióban, ha egy működő Európai Uniót akarunk, akkor csak alkotmányos szervek közötti párbeszéddel oldhatóak fel. Úgyhogy én is ezt tudom csak mondani megoldásként. Az, hogy Lengyelország mit, mikor és hogyan fizet, ez nem a magyar kormány kompetenciája. Origo. Kovács András, Origo. Elsőként egy pontosítás vagy részletezést szeretnék kérdezni miniszter úrtól. Ugye bejelentette ön, hogy a magyar állami intézményekben kötelező lesz a védőoltás. Most jelenleg zajlik egy vizsgálat az Alkotmánybíróságon, ahol egészségügyi dolgozók fordultak a kötelező egészségügyi oltás miatt. Mit tud lépni a kormány akkor, hogy az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy nem írható elő ilyen kötelezettség? Abban esetben semmit, mert az Alkotmánybíróság döntéseit tiszteletben kell tartani. Illetve abban még egy elvi lehetőség van, az alkotmány módosítás, hiszen az alkotmány bíróság döntésével, aki nem ért egyet, vagy egy országgyűlés nem ért egyet, akkor mint alkotmányozó hatalom egy lehetősége van, hogy ezzel ellentétes módosítást hoz. De én őszintén bízom abban, főleg, hogy a most meghozott döntésünk, meg a korábban meghozott döntéseink is az európai gyakorlatnak is megfelelnek, hogy az alkotmánybíróság sem fogja ezeket a döntéseket alkotmányosnak találni. Látta-e már ön a Gyurcsány Ferencről készült filmet? Ha igen, akkor mit gondol róla? Láttam, és jó filmnek tartom. Akkor pillanat. Következő kérdésem az lenne, hogy mit gondol arról, hogy minek köszönhető az, hogy a békemeneten jól láthatóan sokkal többen voltak, mint az hatpárti ellenzéki baloldali tüntetésem? Szerintem 3,5 éve nem volt békemenet, és sokan várták azt, hogy részt vehessenek rajta. Ezért azt nem gondolom, hogy az a, nem is tudom, hogy hányszoros szorzót kell mondanom, 30-szoros, 40-szeres, 50-szeres szorzó lenne a kormánypártok és az ellenzék támogatottsága között, mint ami a részvételben látszott. De az biztos, hogy beszédes, hogy ennyien mentek el a kormányt támogatni. És végül nemrégen hozott egy döntést a gazdasági versenyhivatal, miszerint Bige László cégcsoportja 14 milliárdos bírságot kapott a műtrágyapiacon való kartelezésért. Kívánnak a kormánya ezben a műtrágyapiacon valamilyen lépést tenni a jövőben? Ne alakulhassanak ki hasonló helyzetek, hogy egy-egy piaci szereplő teljesen kiszolgáltatottá teszi a teljes szektort annak, hogy csak tőle lehet adott esetben vásárolni műtrágyát. Itt a GVH, tehát a gazdasági versenyhivatal szabott ki egy baloldali milliárdosra 14 milliárd forintos büntetést. Mi a jogszabályokat hozzuk, és ezek a jogszabályok szerint jók, mert az a cselekmény, amit a GVH ilyen büntetéssel sújtott, az a műtrágya piacon drámai áremelkedést, többszörös áremelkedést hozott magával, és éppen ezért azt tudom csak mondani, hogy a jogszabályaink jók, tehát miután mindannyiunknak az az érdeke, hogy a műtrágya rendelkezésre álljon, lehetőleg egy cégnek ne lehessen olyan piac torzító befolyása, amely az árakat többszörösére emeli. Ezért, hogyha valaki ilyet tesz, és ez megalapozottnak bizonyul, akkor az a helyes, hogyha a gazdasági versenyhivatalnak megvan a jogosultsága ahhoz, hogy fellépjen, és hogyha a gazdasági versenyhivatal fel is lép. Tehát természetesen minden jogorvoslati jogát tiszteletben kell tartani annak, akivel szemben ilyen bírságot szabnak ki, de ez nem változtat azon, hogy a következményét látjuk mindannak, ami történt. Ma a műtrágyának az ára az mintegy háromszorosa a korábbinak. Köszönöm szépen. HTV. Köszönöm szépen, Csuha Ildikó vagyok az ATV-től. Miniszter úr tette egy komoly bejelentést a oltások kötelezővé tételének a lehetőségéről minden munkahelyen. Ez azt jelenti el, hogy akkor nincsenek kivételek. Bárki, aki munkaadó, kötelezővé teheti a munkavállalójának az oltást. Igen, munkaadó szabadon dönt erről. Ez az első, illetve a második oltásra vonatkozik, vagy adott esetben egy harmadik, negyedik oltásra is? Két oltásra vonatkozik.
meghatározhatók-e azoknak a köre, akik kérhetik a felmentésüket az oltás alól? Természetesen van egy bevett gyakorlat, hiszen az egészségügyi szektorban a kormány már korábban kötelezővé tette az oltást. A szabályozás meg fog egyezni az ottani szabályozással, tehát ahol orvosi igazolás áll rendelkezésre, hogy a bármely oltóanyag ártalmas lenne valamilyen speciális betegség miatt, ott felmentést élvez az, akinek ilyen orvosi igazolása van. És azok, akik nem kérik, azt mondják a munkaadónak, hogy köszönöm szépen, mégsem kérem az oltást, azokat ugyanúgy, ahogy az egészségügyi intézményekben el lehet bocsátani? Fizetés nélküli szabadságra lehet őket küldeni, és hogyha egy évnél tovább ez a helyzet fennáll, és a szabályozás indokolt fenntartani, akkor a munkaviszonyt is meg lehet szüntetni. És mi indokolta, miniszter úr, hogy a kormány meghozta ezt a döntést? Mi volt a konkrét indoka? Az, hogy csak és kizárólag akkor tudjuk a negyedik hullámot mérsékelni, és az újabb hullámokat elkerülni, vagy mérsékelni, hogyha az oltottság magasabb lesz. Tehát az egyetlen ponton nem állunk jól, persze meg egyszer mondom, minden relatív, mert a környező országokat megnézzük, akkor Ausztria kivételével mindegyiknél valamivel, vagy lényegesen jobban állunk, de mégis az Európai Uniós átlagtól a magyar oltottság elmarad. Oltóanyag rendelkezésre áll, itt állt először rendelkezésre a lehető legtöbb oltóanyag, és az oltás ingyenes, meg szervezett, könnyen igénybe vehető, tehát minden adott, ennek ellenére a társadalomnak van egy olyan része, aki nem oltotta be magát, és ma az, hogy milyen erős a negyedik hullám és a következő hullámok mennyi beteget és áldozatot fognak követelni, az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy mennyien oltatják be magukat. És arról nem is beszélve, hogy a kormánytól ezt kérte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, és még a turizmusban legalább 11-nehány szervezet is. Tehát mondhatni, hogy a munkaadók részéről is tömeges volt az igény, hogy ezt a jogosultságot adjuk meg nekik. Még csak annyit ennek kapcsán, hogy azokon a munkahelyeken, ahol elrendelik majd kötelezően az oltást, a munkavállaló választhat-e, hogy ő milyen oltást szeretne, illetve tehát választhat. Természetesen. Illetve onnantól kezdve, hogy a munkaadó ezt elrendeli, hány napon vagy milyen határidőn belül kell majd, hogy beoltassák magukat, hiszen az egészségügyi intézményekben dolgozóknál is volt egy... Egy-két napon belül a rendelet megjelenik, a mostani tervek szerint az első oltást december 15-éig kell megkapni. Köszönöm, és ez csak a veszélyhelyzet, illetve a rendkívüli jogrend fennállásának az idejére lesz érvényes, vagy meddig tart ez a rendelet? Hogy meddig kell majd lehetőséget adni a munkadóknak, hogy kötelezően elrendelhessék ezt az oltást? Amíg a járvány velünk van. Ami hivatalosan kimondja a nemzetközi szervezet, hogy vége a pandémiának? Magyar szervis ezt kimondhatja, de szerintem mi is meg tudnánk ezt ítélni. Tehát, hogyha már nem lesznek megbetegedések, vagy pedig halálesetek legalábbis nem lesznek, akkor nyilván egy ilyen rendelkezés fenntartása indokolatlan. De amíg a járvány velünk van, és emberi életeket is veszélyeztet, addig szükséges szabályozás. Tehát attól, hogy adott esetben majd ez a rendkívüli jogrend megszűnik, attól ez a rendelkezés még nem feltétlenül fog megszűnni, ha jól értem. Ha a jogi része az érdekes, akkor miután rendkívüli jogrendi felhatalmazással tudunk most élni, ezért ezt egy rendeletben elő tudjuk írni. Ezért is mondtuk, hogy szükség van a rendkívüli jogrendre, mert különben egy ilyen intézkedés lényegesen hosszabb időt venne igénybe. Hogyha a rendkívüli jogrendre nincs szükség, de ezt a szabályozást fenn akarjuk tartani, akkor a jogi megoldás az az, hogy az országgyűlésnek el kell fogadni egy törvényt, és akkor amikor megszűnik a rendkívüli jogrend, akkor hatályba lép az a törvény, ami eldönti, hogy a rendkívüli jogrend alatt meghozott szabályokból, törvényi szintű szabályokból mi az, ami fennmarad, és mi az, ami nem. Köszönöm. Ugye miniszter úr korlátozó intézkedésekként a maszk használatot jelentette be, ami a tömegközlekedési eszközökön kötelező, illetve az egészségügyi intézményekre vonatkozó korlátozásokat. A kérdésem, hogy tavaly november 3-án kevesebb volt a napi új fertőzötteknek a száma, mint most. Most ugye 4039, tavaly november 3-án ez, ha
jól emlékszem, megnéztem ma reggel, 3989 volt. És akkor miniszterelnök úr sokkal több és szigorúbb korlátozást jelentett be. Akkor például a szórakozó helyeket bezárták, a stadionokban, színházakban és egyéb intézményekben a kötelező távolságtartást elrendelték, éjszakai kijárási korlátozás is volt. Most miért nem hoztak szigorúbb intézkedéseket? Azért, mert most velünk van a vírus ellenszere. Tehát egy évvel ezelőtt az oltás nem állt rendelkezésre, hozzátéve, hogy akkor november 11-ével hoztuk meg a szigorúbb intézkedéseket, és vezettük be újra a rendkívüli jogrendet. De a különbség az az, hogy akkor nem állt rendelkezésre oltás, ezért nem volt, ami a vírus terjedésének gátat szabjon, most pedig rendelkezésre az oltás, csak az lenne a jó, ha minél többen beoltatnák magukat. És miután a 12 év fölötti korosztálynak volt eddig lehetősége arra, hogy magát beoltassa, ezért beszélünk körülbelül 8,5 millió emberről. 8,5 millió emberből 6 millióan kerekítve oltatták be magukat. Tehát van 2,5 millió ember, aki még nem oltatta magát. Ha közülük másfél beoltatta volna magát, akkor ugyanannyival lennének jobbak a vírus és a betegséggel, koronavírus betegséggel kapcsolatos számok Magyarországon, mint amennyivel jobbak a nálunk magasabban oltott nyugat-európai országokban, és ha másik oldalát nézem, ugyanennyivel rosszabbak azokban az országokban, amik meg tőlünk le vannak maradva. Tehát ha valaki megnézi a megbetegedések számát, és különösen a lélegeztető gépen ápolt betegek számát és a halálozások számát, akkor egyértelmű, szignifikáns összefüggés talál az oltottság mértéke között. Ezért ez a legeslegfontosabb, az oltottság mértékét kell növelni. Azt, hogy kommentálja miniszter úr, vagy önöknek vannak előrejelzéseik, adataik, hogy Rékasi Balázs, orvos, egészségügyi szakközgazdász azt nyilatkozta az ATV híradónak, hogy nagyon fontos az oltás, de ha a kormány nem rendel el különböző szigorú járványügyi intézkedéseket, évvégéig 6000-en halhatnak meg. Én nem ismerek ilyen statisztikát, de azt tudom csak mondani, hogy az oltás az, ami leginkább, leghatékonyabban megvéd a megbetegedéstől, annak súlyos tüneteitől és a halálozástól. Semmi nem 100%-os, de azt látjuk, hogy az oltás ad védettséget. 1%-a sem betegszik meg azoknak, akik be vannak oltva. Az ellenzék egységesen szeretné, hogy a maszkhasználatot az önkormányzatok elrendelhessék, illetve az intézményekre vonatkozó korlátozásokat is. Ők még szeretnének ingyenes antitesztelést, elsősorban az oktatási intézményekben, és azt is, hogy ne kelljen regisztrációhoz kötni az oltást, legyen elég az időpontkérés. Ezek közül melyeknek tudnak eleget tenni? Számtalan önkormányzat rendelt el önkormányzati helyiségekben maszkviselési kötelezettséget, ezekben mi nem szóltunk bele. De ez nem kötelező. Hát ha ők elrendelik, akkor mindenki betartja. És a regisztráció, hogy regisztráció nélkül lehessen oltásra jelentkezni, csak időpont legyen szükséges? Ez van azoknál, akiket felkerestünk, tehát ott helyben regisztrálni muszáj, mert nem tudjuk, hogy valaki be van-e oltva. A regisztráció módjában pedig már mióta a medikusok is részt vesznek az oltásokban, ott helyben regisztrálták és írták fel az adatokat. Tehát ma már annyira egyszerű az oltást, hogy bárki azt kéri a házi orvosától, hogy őt oltsák be, akkor kimentek hozzá és beoltották, és ott helyben regisztrálták. Tehát ez egy olyan kérés, ami megvalósult. Köszönöm, benzinár. A központi rendszerben az egy szervezési kérdés, hogyha valaki egy szakrendelőben oltatja be magát, akkor az akkor fog gördülékenyen és pontosan menni, hogyha időpontot foglal, de ez meg mindenkinek érdeke. Benzinár, a múltkori kormányinfón is erről kérdeztem miniszter urat. Van-e olyan határ, aminél úgy gondolják, hogy be kell fagyasztani az árakat, vagy konkrét intézkedéseket kell hozni? Ugye átlépte a benzinára a 95-ös oktán számú benzinnél a 500 forintos lélektani határt. Folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy a magyar gazdaságra és különösen a magyar háztartásoknak milyen mértékű terhet jelent a megemelkedett benzinár, milyen inflációs hatása van, és azt is az Európai Uniós szabályok keretei között milyen eszközünk van a benzinár mérséklésére. Azt hozzá kell tenni, hogy
az elmúlt 10 évben, tehát gyakorlatilag 2010 óta mi a jövedéki adó mértékét nem emeltük a benzinnél. Tehát a benzin literenként jövedéki adó mértéke az ma ugyanannyi, mint amennyi 2010-ben volt, azt megelőzően 93 forintról emelkedett 120 forintra, tehát hogyha az a kérdés, hogy kiemelt jövedéki adót, akkor azok semmi voltunk. Mi viszont miért csökkentettük a jövedéki adót akkor, amikor erre lehetőséget adott a áremelkedés, hiszen egy bizonyos ár fölött ugye a jövedéki adó mérséklése automatikusan belép. Kétség kívül ez eddig szerény mértékben mérsékelte csak a benzinárat, és keressük azokat a lehetőségeket, amelyek akár nagyobb mértékű benzinármérséklést is lehetővé tesznek. Ez milyen eszköz lehet? Miniszterelnök úr mondta a Marine Le Pennel tartott közös sajtótájékoztatón, hogy folyamatosan tárgyalnak az Európai Unióval. Ezt vizsgáljuk. De milyen eszköz lehet ez a jövedéki adó csökkentésen és a befagyasztáson kívül? Hát az ön által említett körben kell gondolkozni. Köszönöm. Azt miért mondták, hogy a kormánynak a mozgásterét beszűkítette a Megyesi és a Gyurcsány kormány, mert hogy az uniós csatlakozások során nem kértek kedvezőbb, vagy nem harcoltak ki kedvezőbb rendelkezéseket a jövedéki adónál, illetve a EFE-nál. 2002. decemberében Koppenhágában lezárultak a csatlakozási tárgyalások. Igen, mi akkor kritikával is éltünk a csatlakozás tárgyalásokat lezáró megegyezéssel szemben. De úgy gondolja, hogy Gyurcsány Ferenc vagy a Megyesi kormány hibát vétett, vagy valamit elmulasztott? Az ATV híradónak ezt a választ küldték önök. Én csak annyit tudok tényszerűen mondani, hogy ezt a megállapodást a Megyesi kormány kötötte, és ez nem ad lehetőséget arra, hogy akár az ÁFA-nál, akár a jövedéki adónál eseti kedvezményt adjunk. De ezt most vizsgáljuk, tehát ez egy szürke zóna, nem volt rá szükség, és senki nem élt vele. Most a horvátok éltek, de ők is 550 forintnál éltek, és egy hónapra a korlátozással. Nincs is rá még uniós intézményi válasz. Számtalan bonyolult kérdést vett fel, ami talán a választópolgárokat kevésbé érdekli, mert az érdekli, hogy a benzin lehetőleg megfizethető áron legyen, illetve az, hogy a benzinár emelkedésből következő, vagy a nemzetközi kőolajár emelkedésből következő inflációs nyomást amennyire lehet mérsékeljük. Ezen vagyunk számtalan uniós alapszabályt, alapszabadságot kell vizsgálni, és konkrét szabályozást is. Köszönöm. Az már gyakorlatilag tényként kezelik, hogy 200 ezres lesz a minimálbér. A kormány döntötte arról, hogy ehhez kapcsolódva akár jövőre 22-ben is elengedik az iparűzési adónak az 50%-át a KKV-knál. Ugye a minimálbér tárgyalások még zajlanak, de valóban jól állunk, és nem csak minimálbérről, hanem garantált bérminimumról is van szó, és a megállapodáshoz a másik oldal adókedvezményeket kér. Ez elsősorban szociális hozzájárulási adócsökkentés, de valóban még másik két adó nem csökkentése is felmerült, és ebből az egyik az éppen a helyi iparűzési adó. Mekkora esélyt lát, hogy 22-ben is a mostani szabályozás lesz érvényes, azaz nem fogják befizetni az 50%-át? Nagyon valószínűnek tartom, de ebben az esetben a tavalyi kompenzációs mechanizmus is hatályba lép. Köszönöm. Döntötte a kormány arról, hogy a Budapestnek, illetve a kerületeknek járó egy megállapodás keretében járó 10 milliárdos egészségügyi fejlesztési támogatásról megkötik a szerződéseket október 31-e előtt, és utalják a pénzt. Gyénémet Erzsébet azt mondta az ATV egyenes beszédben tegnap, hogyha ez nem történik meg, akkor sor kerül az atlétikai VB felmondására. Most túl azon, hogy ilyen jogosultsága szerintem nincs a fővárosnak, de korábban mi a sajtóban azt láttuk, hogy talán pont Gyénémet Erzsébet vagy a DK kezdeményezésére Karácsony Gergely felmondta ezt a megállapodást. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha a főváros nyilatkozna, és mi ezt nem hoztuk nyilvánosságra, nem akartunk politikai ügyet csinálni belőle, de Fűrjes Balázs államtitkár úr írt egy levelet a főpolgármester helyettes úrnak, hogy nyilatkozzon arról, hogy akkor ez a megállapodás fennáll. Ha nem, akkor ugye nincs miről beszélnünk, ha fennáll, akkor meg nem tudjuk pontosan értelmezni a fővárosi közgyűlés korábbi határozatát. Tehát mi szeretnénk, hogyha a főváros
tájékoztatna bennünket arról, hogy ezt egy fennálló megállapodásnak tekinti, vagy sem, és hogyha fennállónak, akkor nem kívánja ezt követően sem felmondani, vagy ha felmond egy megállapodást, akkor a polgári jog alapvető szabályai szerint jár el, azaz visszafizeti azt, amit addig kapott. Ebben kérünk felvilágosítást. Nem rajtunk múlik, nem mi voltunk a rossz hiszeműek, a főváros járt el rossz hiszeműen. Köszönöm, még két rövid kérdésem lenne. Mit gondol miniszter úr, hogy a 22-es választások előtt létrejön-e az Európai Parlamentben egy olyan jobboldali nagy frakció, aminek a Fidesz is a része? Ugye korábban Salvini, amikor itt volt, akkor azt mondta, hogy ennek a jobboldali európai együttműködésnek a motorja Orbán Viktor miniszterelnök, illetve a Voxnak az elnöke is arról beszélt, hogy Orbán Viktor lehet Európa új vezetője. De hát azóta sem láttunk semmit, hogy egy ilyen frakció megalakulna. Én örülnék, hogyha megalakulna egy ilyen frakció, hogy mikor tud megalakulni, azt nem tudom megmondani, hogy a decemberi időpontot mindenki azért emlegeti, mert az Európai Parlamentben fél idő van, az 5 éves európai parlamenti időszak félidejéhez érkezünk idén decemberben, és ez azt jelenti, hogy a bizottsági tisztséget újraosztják, és hogyha ebben egy nagy frakció vesz részt, akkor mások a pozícióink, mint hogyha szétszabdaltan egyezkednek külön a pártok, vagy pedig több koalíció, vagy pedig több frakció. Úgyhogy ez egy észszerű felvetés, meglátjuk, hogy addig megegyezésre tudunk-e jutni minden szereplővel. Miután az Európai Parlamentről ismert a véleményem, én nem tartom a legfontosabb európai fórumnak, de kétségkívül jobb, hogyha ott is egy politikai erő, egy új konzervatív keresztény, ott a jobboldali politikai erő kellő súllyal meg tud jelenni. Az utolsó kérdésem a Heti Naplókért meg, hogy tegyem föl. Milyen kampányra számít miniszter úr? Durvulhat-e a kampány milyen irányban? És lesznek-e majd ezeknek az irányoknak személyes töltetei? Ugye Márki-Zay Péter tartotta a hét elején egy sajtótájékoztatót, ami azt tárta föl, hogy az ő személyére kihegyezett dokumentumokat adott át a Fidesz adékának. Hát azt hiszem, még a sajátja is kinevették ezen, mert azok, vagy emiatt az állítása miatt, mert amit ő nyilvánosságozott, azok sajtóban megtalálható adatok voltak, tehát ennyire nem érdemes egymást lenézni. Azért számítok durva kampányra, mert valójában a kérdés az az, hogy akik 2002 és 10 között egyszer már az országot a kormányzásuk során tönkretették, azok visszatérnek-e hatalomba, vagy sem. És hogyha két kormányzati teljesítményt teszünk egymás mellé, akkor politikai értékvilágra és hovatartozásról tekintet nélkül nem találunk olyan embert, aki ne úgy gondolná, hogy a polgári kormány tevékenysége az összehasonlítható eredményesebb. Ezért a mi politikai ellenfeleinknek az az érdeke, hogy minél durvább, minél több rágalommal, vádaskodással teli kampány legyen. Mert még egyszer mondom, ha két kormányzati teljesítményt tesszük egymás mellé, akkor nagyon nagy többsége van a jelenlegi kormánypártoknak. Köszönöm. Pesti srácok. Jobbat kívánok, Bokor Gábor vagyok a Pesti srácoktól. Mit gondol arról, hogy az Európai Bizottság gyakorlatilag a 444.hu nevű portálnak szervezte ki az úgynevezett tényellenőrzést? Nem gondolja, hogy ez beavatkozás a jövő évi választásokba? Hát említettem, hogy az Európai Bizottság, bár ez nagyon káros, a szerződés szegésnek is tekinthető, tehát a Lisszaboni szerződés megszegésének, de belpolitikai kérdésekbe avatkozik be. Ha ez így van, nekem az információ eddig nem állt rendelkezésemre, akkor azt gondolom, hogy ez szintén nem helyes egy médiumot kiválasztani, függet attól, hogy az kivel szimpatizál, vagy kivel nem. Köszönöm szépen. Ön szerint ez az Európai Bizottság döntése kimeríti a szabad és tisztességes választásokba történő külföldi beavatkozást? Szerintem minden külföldi beavatkozás egy nemzeti választásban az tisztességtelen, főleg, hogyha ezt egy pártpolitikától a szerződések szerint mentes uniós szerv követi el. Tehát azon túl, hogy mondjuk a pártcsaládok támogatják a saját tagjaikat, politikai szövetségesei mindenkinek vannak, ez rendben van, és ez mondjuk az Európai Unión belül természetes is. De a bizottság és az uniós intézmények függetlensége az a szerződésben rögzített, tehát ez megsértése a bizottság függetlenségére vonatkozó előírásnak.
Köszönöm szépen. A Covid-dal kapcsolatban lennének még kérdéseim. Ugye a munkáltató most már, ahogy említette is, kötelezően előírhatja az oltást a munkavállalók számára. Mi a helyzet a rendőrségnél, mentőknél, tűzoltóknál? Mondtam, hogy az állam a munkáltató, az állam is ennek megfelelően fog eljárni. Az egyetemeknél is akkor kötelező, ez azt jelenti, vagy ott a rektor a felelős ezért? Hát az egyetemeknél ezt szerintem úgy kell értelmezni, de majd a részletes kormányrendelet ezt meghatározza, hogy az állami fenntartási egyetemeknél, tehát például a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél, ahol a miniszterelnökség a fenntartó, ott mi rendelhetjük el, vagy én rendelhetem el, az alapítvány egyetemeknél pedig a kuratórium. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdésem az lenne, hogy terveznek-e további olyan szigorításokat, mint volt a nyitásnál, hogy például csak oltottak vagy védettségi igazolvánnyal rendelkezők mehetnek étterembe? Egyelőre ezeket az intézkedéseket hoztuk, de amit mindig elmondtam az elmúlt másfél évben, az most is igaz, hogy a járványhelyzetre tekintettel, a napi adatokra tekintettel, várható előrejelzések alapján mindig vizsgáljuk, hogy milyen döntéseket szükséges hozni. Köszönöm szépen. RTL Klub. Magyar Éva, RTL. Miniszter úr, említette ugye, hogy november 1-től kötelező lesz a maszk használat a közösségi közlekedésben. Ezzel együtt nem merült az fel, hogy zárt térben, üzletekben, vagy akár közterületeken is kötelezővé tegyék? Közterületeken nem, a többinél pedig egyenlően nem hoztunk döntést. Vannak-e már adatok arra vonatkozóan, hogy a kórházban fekvők hány százaléka oltott, és milyen oltást kapott? Nincs ilyen adatunk. Nem kellene ezeket gyűjteni? Hosszan elmondtam ezzel kapcsolatosan minden érvet és ellenérvet. Nem én vagyok az adatgazda. Elkészült-e az a tudományos kutatás, amit október közepére ígért miniszterelnök úr, arra vonatkozóan, hogy miért haltak meg Ausztriában lényegesen kevesebben a járvány következtében, mint nálunk? Készül. Indokolt a türelmetlenség, de még nincs készen. Értem. Szó esett már a benzináról. A kérdésem az, hogy hány forint az, aminél befagyaszthatják? Nincs ilyen döntés. Megfelelő jogi megoldást keresünk, és a gazdaságra gyakorolt hatását nézzük a benzinár emelkedésnek, és ennek megfelelően fogunk döntést hozni. Általános áfa csökkentés lehetősége nem merült fel? Még egyszer mondom, nem tudok addig részletekre vonatkozó választ adni, amíg vizsgáljuk azt, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak ugye az áfánál. Az Európai Unió az egyetlen, amit szabályoz az áfa, tehát az egyetlen olyan adó, aminek van uniós szabály háttere, az áfa. Ugye három áfa kulcs lehetséges. Van áfa tartalma a benzinnek, van jövedéki adó tartalma a benzinnek, van kiskereskedelmi és nagykereskedelmi árrés, és van a kőolajnak is ára. Ezekből kell kiindulni, de miután végleges döntés nem született, azért addig természetesen minden lehetőség nyitott. Az igaz-e, hogy az első Fidesz kormány idején tárgyaltak az Unióval a jövedéki adóról, az üzemanyag jövedéki adójáról? Még egyszer mondom, az Európai Uniós csatlakozási megállapodást Megyesi Péter kormánya kötötte meg. Ráadásul az uniós csatlakozási tárgyalásoknál, amikor minden fejezetet már végigtárgyaltak, akkor az összes fejezetet újra megnyitják. Tehát minden tárgyalási fejezet a Megyesi kormány alatt nyitott volt. Az mi alapján dőlt el, hogy kik nyernek a falusi kisbolt programban? Hát akik pályáztak és megfeleltek a pályázati feltételeknek, azok nyertek. Ott, ahol több pályázó volt, ott kellett ezeket elbírálni, de a nagy többségnél ilyen jellegű vita nem volt, mert általában kis falvakban örültünk, hogyha egy bolt van. Miért a CÖFCÖKA alapítvány cége fizeti a Stop Márki-Zay kampányplakátokat? Hogy hogyan lehetséges az, hogy ugyanazokat a kreatívokat használják a Fidesz aláírás gyűjtéséhez is? Hát gondolom, egyetértettek a kampánnyal, és indítottak egy ilyet, nem olyan egyedi ez. Ha megnézi mondjuk Karácsony Gergelynek a kampányát, akkor a Párbeszéd irodájában csön ki a mozgalmának a telefonja. Mit gondol arról, hogy Mészáros Lőrinc a legjótékonyabb milliárdos ez a napi.hu listája szerint? Nem érzem úgy, hogy ezt nekem bármilyen formában minősítenem kell.
Még két kérdésem lenne. Korábban azt mondta, hogy nem tartaná szerencsésnek, hogyha a 2006-os eseményekről szóló kállamista film állami támogatást kapna. És hát úgy tűnik, hogy TAU támogatás az a költségvetése alapján 343 millió forint mégiscsak jut ennek a filmnek. Erről mit gondol? Hát azt, hogy TAU támogatást mindenki kap. Tehát ha önök csinálnak egy filmet, bármilyen témakörben, az törvény szerint mindenkinek jár. Tehát az nem államilag támogatott filmintézeti juttatás, hanem egy olyan törvényszabály mindenkinek jár. Ugyanúgy, mint egy adókedvezmény. Az utolsó kérdésem pedig a meddőségi kezelésekkel kapcsolatos, hogy hogyan próbálják csökkenteni a várakozási időt. Az a nagyon határozott elvárás a meddőségi központok üzemeltetésével kapcsolatosan, az állam erre pénzt is adott, és kész bármennyi pénzt adni, hogy a lehető legrövidebb várakozási idő legyen, igazából ne kelljen várni. Ez Magyarországnak eminens érdeke, és azért bármilyen pénzügyi forrás rendelkezésre áll. Ha ezt nem így szervezik, annak személyi és szervezeti következményei kell, hogy legyenek. A kolléganőm több központot is felhívott tegnap, és mindenhol azt mondták neki, hogy jövőre telefonáljon újra. Ezt egészen felháborítónak tartom. Tehát utána fogunk nézni. Köszönöm szépen. Magyar Nemzet. Máté Patrik vagyok a Magyar Nemzettől. Azt szeretném kérdezni miniszter úrtól, mi a véleménye arról, hogy az elmúlt hetekben több olyan nyilatkozat is napvilágot látott, amiben a baloldal miniszterelnök jelöltje, Márki-Zay Péter kiállt a migráció mellett, valamint a migráció jelentette veszélyeket, megpróbálta bagatelizálni, valamint Soros György szerepét is. Márki-Zay Péter is az a része a baloldalnak, aki feltétlen támogatója a migrációnak, ez minden egyes nyilatkozatában látszik. A másik kérdésem pedig szintén a baloldal miniszterelnök jelöltjéhez kapcsolódik. Miniszter úr mit gondol arról, hogy Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, hogy gyűlölködés a békemenet? Az a véleményem, amit már az előbb elmondtam a kampányra vonatkozóan, hogy a gyűlölettel szembeni küzdelemben eredményt elérni a baloldalnak a legkönnyebb, elég, hogyha önmagukat leállítják. Köszönöm. M4. Köszönöm szépen, Baka Zoltán vagyok. Először a járványhelyzettel kezdeném. A november 1-i határidő vonatkozik a kórházak látogatási tilalmára is? Néhány kórház ezt már elrendelte, ott ebben nem szólunk bele. A korábbi alkalmakkor voltak kivételek, így például a haldoklókat látogathatták a hozzátartozók. Ez a kivétel most is fennmarad? Ezeket indokoltnak tartom. Része az intézkedési csomagnak a kórházi ágyak felszabadítása, műtétek elhalasztása? Nincs egyenlőre szükség erre. Ez ajánlásként azért fölvetődött a kormányülésen a törzs részéről? Nem, azért nem, mert egyenlőre a szabad ágyak bőségesen rendelkezésre állnak, mind intenzív ágyban, mind pedig a intenzív ápolás nem igénylő ágyak esetén. Jelen tudásuk szerint mikor érhetünk el a negyedik hullám csúcsára? Ahány prognózis, annyi időpont. November vége, december eleje? Vagy van, aki ezt mondja, van, aki későbbet mondja. Tehát az, amit most ön említett, az a legkorábbi. Az a legkorábbi. Másik téma, benzinár. Ugye részben a benzinár alakulása egy érdekes helyzet a gazdaságban, ugyanakkor Európa egyes országaiban az üzemanyag ellátással is akadnak gondok. Ilyen téren mi a helyzet, hogyan látja a kormány, lehet-e akadozás, fennakadás az üzemanyag ellátásban, és a MOL-lal folyamatos tárgyalásban vannak-e ez ügyben? Igen, és nem látunk ma ilyen kockázatot. Hitelmoratórium, október végén lejár a határidő. Tervezik-e, hogy esetleg egy rövidebb időszakkal még megtoldják, amennyiben néhányan későn ébrednek és lemaradnának a visszajelentkezésből? Nem. Repülőtér, mikor várható a végleges zárása, és a sajtóban felbukkant 4,44 milliárd eurónyi összeg, az mennyire helytálló? Miután még nem kötöttük meg az adásvételi szerződést, azért a vételáról nem tudok beszámolni, és szeretnénk a lehető leggyorsabban lezárni a megállapodást. Ez napok kérdése? Nem, mert ez egy sokkal bonyolultabb és hosszabb folyamat, de néhány hónap kérdése. Az igaz, hogy a szeptemberben kibocsátott devizakötvény forrás biztosít részben fedezetet erre az ügyletre?
Miután még nem kötöttük meg a szerződést, ezért biztosat nem tudok mondani, de biztosíthat az is fedezetet. Biztosíthat, világos. Minimálbérnél napirenden van-e egy újabb 6 éves megállapodás a munkaadókkal? Ugye egyelőre a 2022-es minimálbér van a fókuszban, de maga a miniszterelnök úr mondta itt még júniusban, hogy a kormány nyitott és szeretne egy újabb hosszú távú megállapodást kötni. Azt látjuk, hogy ha meg akarunk állapodni, és nem előírni a minimálbért, akkor most 1 éves megállapodásra van esély. Végül tervezik-e, illetve hát múltkor mondta, hogy tervezik emelni a közfoglalkoztatotti bért 2022-ben, megvan-e már ennek a végleges összege, és a nyugdíjminimum jelenleg 28.500 forintos összegét tervezik emelni? A közfoglalkoztatotti bér az a minimálbér 50%-a. Ezt szeretnénk fenntartani. A formális kormánydöntés még nem született meg, de hogy eddig is mindig így döntöttünk, ezért most sem fogunk másként dönteni. A nettó minimálbér. Ez pedig azt jelenti, hogy a minimálbér emelkedése az ezekben a bérekben is látszódni fog. Nyugdíjminimum? Egyenlőre nyugdíjminimumról semmilyen döntés nem született. Köszönöm. Index. Köszönöm szépen, Holló Bettina vagyok az Indextől. A múlt heti kormányinfó után elég nagy port kavart, hogy miniszter úr 2 Sputnik után beadatott, ugye harmadik oltásként egy Janssent, és az lenne a kérdésem, hogy akkor az augusztus elején kiadott harmadik oltásra vonatkozó protokoll, akkor az már nincs érvényben? Tehát mindenki a saját orvosával konzultálva gyakorlatilag olyan oltást beadat harmadiknak, amit szeretne. Nincs szabály, nincs megkötés? Abban a protokollban is az van, hogy a döntést az orvossal egyeztetve kell hozni. Tehát van egy ajánlás, az is a neve, hogy ajánlás, de dönteni az orvossal egyeztetve kell. Azóta még több orvossal beszéltem, 7-8 hónap után semmilyen aggály nincsen, mindenkit biztatok, aki Sputnikot kapott, hogy nyugodtan kérjen Janssent. Tehát akkor, amikor ott fel volt sorolva, hogy miután mit lehet kérni, az csak egy ajánlás, de azon kívül is lehet oltást kérni. De az ott korrekt módon le is van írva. Az is a neve az egésznek, hogy egy ajánlás, és utána ott van, hogy de a döntő az orvossal való személyes konzultáció. Köszönöm. De ha jól láttam, az Indexen önök nyilatkoztattak egy szakértőt, aki ugyanazt mondta, amit én. Azzal a mondattal a végén, hogy az a kérdés csak, hogy elegendő Janssen áll a rendelkezésre, áll, tehát nyugodtan mindenki kérhet. Megoszlanak a vélemények, mert volt olyan szakértő, aki meg azt mondta, hogy ez a 2 oltás nem túl előnyös, de tényleg megoszlanak a vélemények. Tehát én szerintem mindenki felelős önmagáért, és mindenki el tudja dönteni azt, hogy mi az, amit vállal, mi az, amit nem. Én orvosokat, 2 orvossal beszéltem, mind a ketten azt mondták, hogy ezt a vitát esetleg meg lehet nyitni akkor, hogyha 2 hónappal vagy 3 hónappal a Sputnik után kap valaki másik vektorvakcinát, de 7-8 hónappal utána egész egyszerűen orvosilag egyértelmű, és a Ruzsvai doktor úr is önöknek ezt mondta. Kedden egy civil szakértői csoport egy elég komplex ilyen járványintézkedési csomagot tett közzé, köztük a maszkviselést, ami most részben végül is bejelentett, de ez az intézkedési csomag például tartalmazta az ingyenes PCR-tesztelést. Ebben esetleg gondolkozott-e a kormány, hogy ingyenessé teszi, mert sok más környező országban ingyenes? Különböző erősségű a PCR-teszteket gyártó és forgalmazó cégek lobbija a különböző országokban, és azt mondom, hogy mindenki oltassa be magát. Tehát akkor nem merült fel, hogy nálunk esetleg bevezetnek ilyen tesztelési pontokat, mint például Ausztriában? Nem, és azért sem merült fel, mert ugye az oltást, a kötelező oltást sok esetben PCR-teszttel lehet kiváltani. Tehát 72 órán belül még az Európai Unió is az uniós útlevélben, vagy ebben a Green Pass-ban ezt elfogadja. Minden olyan intézkedés, ami az oltás iránti kedvet csökkenti, és más alternatív megoldásokat könnyít meg, azt szerintem rossz és helytelen. Ha valaki beoltatja magát, akkor az elérhető legnagyobb biztonságot mondhatja magáénak a vírussal szemben. Igen, de azt is tudjuk, hogyha valaki beoltatja magát, attól még ugyanúgy elkaphatja a vírust, és mondjuk az ünnepek közelettével lehet, hogy sokan szeretnének meggyőződni arról, hogy nem fertőzöttek-e, nem fogják-e esetleg átadni olyannak, aki nehezebben viseli. De annyiban pontosítanom kell a kérdést, hogy abban teljes orvosi konszenzus van, hogy ugyanúgy nem kaphatja el a vírust, aki be van oltva. Tehát lényegesen kisebb az esély.
Köszönöm. Múlt héten is kérdeztem ezzel kapcsolatban, hogy a pedofil nyilvántartással kapcsolatban mi a helyzet? Utána is néztem, és 2022. február 1-ével lép hatályba a törvénynek az erre vonatkozó része, és addigra az informatikai fejlesztés is elkészül. És mikorra tudjuk mondjuk használni a... Remélem, hogy február 2-től. Bízom benne, hogy egy informatikai fejlesztés az, ahogy elindul, az használható. És milyen eredményeket vár ettől a kormány? Azt, hogy egy olyan adat, amit Európa számtalan országában nyilvánosságra hoznak, nálunk is nyilvános lesz. Ennek van visszatartó ereje a bűncselekmény elkövetésénél, és van egy biztonságérzet növelő hatása is. Vagy lehet ilyen. Utolsó kérdésem, említette, hogy megnézte, és tetszett is annak az Elkurtuk című film. Mit gondol, hogy nagyjából hány százalékban ábrázolja a valóságot, és hány százalékban fikció a film, vagy hogy a jelenetek mennyire tükrözték az akkor történteket? Mi volt a benyomás a miniszter úrnak? Ugye én 2010 őszén, vagy májusától, már tavaszától vezettem egy albizottságot, egy parlamenti albizottságot, ami a 2006 őszi rendőri erőszakot vizsgálta. Ami a TV-ostromnál a filmben van, az szerintem 100%-ban megegyezik a valósággal. Köszönöm szépen. HVG. Köszönöm szépen, Lengyel Tibor vagyok, hvg.hu. Miniszter úr említette ugye ezeket a szigorításokat. Na most, most hetente duplázódik körülbelül az új betegek száma. Az olyan egyszerű intézkedések, mint a maszkviselés, meg az oltási igazolvány kötelezővé tétele, ami már úgyis megvan bizonyos helyeken, ez miért nem betődött fel akár már most? A maszkviselést kötelezően előírjuk a tömegközlekedésben. Szerintem ez helyes és indokolt, és egyébként pedig mindenki ezen kívül is el tudja dönteni, hogy bárhol, beleértve még akár a közterületet is, visel a maszkot vagy sem. A kormánynak az a meghatározottabb meggyőződése, hogy akkor lehet gátat szabni a vírus negyedik hullámának és a következő hullámainak, hogyha az oltottság az magasabb lesz. Ezt próbáljuk minden formában elérni. Világos. De a minap a koronavírus sajtóközpont azt mondta, hogy azért nem akarnak ilyen szigorításokat, mert hogy az oltottakat nem akarják korlátozni. Nem az oltottakat korlátoznák vele, mint ahogy most is a nem oltottakat korlátozzák azzal, hogy a munkahelyeken ugye kötelezhetik őket arra, hogy beoltassák magukat. Tehát, hogy igazából az, hogy mozikba, éttermekbe, nagy rendezvényeken a védettségigazolványhoz kötnék a megjelenést vagy a belépést, ez elég logikusnak tűnik. El is jöhet még, egyelőre az operatív törzs ezeket az intézkedéseket javasolt, és a kormány ezeket fogadta el. Nem zárom ki, hogy amit ön javasol, az néhány hét múlva indokolt lesz. Most nem akkor, ha jól értem. Igen, tehát mi úgy gondoljuk, hogy ott, ahol az emberek szabad belátások alapján is meg tudnak valamit tenni, ott a kormány akár később is hozhat kötelező döntést. Világos. A védettség igazolványokra még annyiba visszatérnék, hogy most kiderült a Nemzeti Infokommunikációs ZRT, a NISZ, ugye kb. 1000 forintos darabáron szerezte be ezeket, vagy gyártatta le ezeket az igazolványokat, miközben a piacon mondjuk 150-200 forintért lehet ugyanilyeneket legyártatni, nagy mennyiségben, talán még olcsóbban. Nem tartja ezt túlzónak ezt az összeget? Javaslom, hogy ezzel kapcsolatban isznél érdeklődjön, mert hogyha ön valamire azt mondja, hogy 100 forint és 1000 forintért gyártották le, akkor természetesen az a véleményem, hogy a lehető legolcsóbban kell mindent legyártani, de hogy ezek az állítások a piaci áraknak megfelelőek-e vagy sem, ez az én kompetenciámat meghaladó kérdés. Meg fogom kérdezni tőle, köszönöm. Még azt szerettem volna kérdezni, hogy ha jól értettem az előző kérdés adott válaszából, akkor a Kiskunhalasi járványkórház, mobil járványkórházat nem üzemelik be újra még egyelőre. Jól értettem? Igen, nincs még rá szükség. Tehát minden alkalommal, amikor a kormány a járványhelyzetet áttekinti, akkor van egy olyan grafikon, ami azt mutatja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló intenzív ágyak, illetve nem intenzív kezelést igénylő ágyak hány százaléka az, amin betegek vannak. Ez ma nagyon alacsony,
egyharmad alatt van. Tehát azt tudom csak mondani, hogy még drámai növekedés esetén is a jelenlegi kapacitás elegendő. Ha szükséges ezt növelni, akkor erre a kórházakban is van lehetőség, és akkor újra lehet nyitni a korábban eleve járványkórháznak felépített kórházat is. Köszönöm szépen, és még egy, hogy jól értettem az előbb egy másik kérdés adott válaszát, ami Márki-Zay Péter által nyilvánosságra hozott dossziét illetően hangzott el, hogy ugye azt állított, hogy ezt a Fidesztől, ugye Fideszben készítették ezt a dossziét, és ha jól értettem, azt mondta rá, hogy ez olyan színvonaltalan anyag volt, amit még ki megmosolyogtak a bal oldalon is, és akkor ezt akartam kérdezni, hogy ha ez a Fideszbe készült van, sokkal minőségibb lett volna. Igen, tehát, ez tehát én csak azt mondom, hogy tehát természetesen az nem baj, hogyha humoros része is van egy választási kampánynak, ennek mindannyian örülhetünk. De az az állítás, hogy internetről megszerezhető hírekkel egy párt, egy másik pártot megkeres, ezt azért tehát legalábbis forráskritikával érdemes kezelni, főleg, hogyha minden igaz, akkor Gyurcsány Ferenctől hangzott el az állítás. Igen. És egy utolsó kérdés, mit lehet tudni a pedagógus sztrájk tárgyalásokról, tehát hogy és a béremelési szándékokról? Tehát ugye 10% volt kormányzat ajánlat, ők 30-at mondtak, és továbbra sincs az rendezve, amit 14-ben befagyasztottak, hogy a minimálbérhez kötnénk az ő bér táblájukat. Jogszabályoknak megfelelően kell tárgyalni, hogyha sztrájkfenyegetettség van, ezt tudom csak mondani. A másik pedig, hogy mindannyian látjuk, hogy milyen nehézségeink vannak akár most is a járvánnyal, azt is, hogy nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy a jövő év és az idei év is a gazdaságból való kilábalás segítse. Azok az általános kedvezmények, akár SZIA visszafizetés, az természetesen mindenkinek könnyebbség, aki gyermeket nevel, és pedagógusok között is sokan vannak így, de ugyanakkor van a költségvetésnek egy teljes tőképességi határa, ezért jó lenne megállapodni, de nem biztos, hogy ezek a vélemények találkozni fognak a végén. Köszönöm szépen. Hír TV. Jó napot kívánok, Sárosi Petra vagyok. Az első kérdésem az az lenne, hogy ha romlanak a járványmutatói, akkor a mostani szigorításokon felül terveznek-e még újabb szigorításokat bevezetni? Már itt a kollégák is említettek olyan megoldási lehetőségeket, amerre lehet tovább haladni, ha ezt a járványadatok szükségessé teszik. Az országot lezárni semmilyen körülmények között nem akarjuk. Köszönöm. Márki-Zay Péter azt mondta, az előválasztáson ellenzéket is váltottak. A migráció kérdésében viszont az ellenzéki pártokkal nagyon is hasonló véleményt fogalmazott meg. Ön szerint Márki-Zay Péter valóban ellenzéket váltott? Márki-Zay Péter csatlakozott ahhoz az ellenzékhez, ami 2002 és 10 között kormányozta ezt az országot. Köszönöm. Még egy utolsó kérdés. Megszületett a megállapodás a garantált bérminimumról. Lehet ennek a részleteiről valamit tudni, illetve a másik kérdés, hogy elégedette a kormány? Hát folynak a tárgyalások a garantált bérminimumról és a minimálbérről. És ha megállapodás lesz, akkor elégedettek leszünk. Nagyon szépen köszönöm. Inforádió. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, Herceg Zsolt vagyok az Inforádióból. A védettségigazolvány megkövetelésével kapcsolatban vannak munkahelyek szép számmal, ahol van egy fővállalkozó viszonylag kevés munkavállalóval, és nagyon sok alvállalkozó sok munkavállalóval. Hogyha az alvállalkozó a saját munkavállalóitól nem követeli meg a védettségigazolványt, a fővállalkozó, mivel nála dolgoznak valójában ezek az emberek, megkövetelheti az alvállalkozóitól, hogy mégis kérjenek az ő embereiktől ilyen papírt. A munkáltatónak van jogosultsága ezt előírni. Tehát a fővállalkozó, az alvállalkozót, az egyik munkáltató, a másik munkáltatót nem kötelezheti ilyesmire, akár szerződés bontás terhe mellett. Pont ezt akartam mondani, hogy ez az jogilag nem lenne szabályozható, tehát ilyen jogosultságot a munkáltatónak lehet előírni. Ahol Európában hasonlót vezettek be, ott is így írták elő. Az, hogyha szükséges és van ilyen igény a munkaerőpiac részéről, munkaadók részéről, akkor ez egy polgári törvénykönyv módosítást igényelne, de a kormány nem ment el, hogy a köztük lévő szerződéses viszony
felmondásával vagy felfüggesztésével járhasson együtt az, hogyha az alvállalkozó nem kötelezi arra a saját munkavállalóit, amire a fővállalkozó kötelezni szeretné. De egyenlőre úgy látjuk, hogy az intézkedés elegendő, amit meghoztunk. Vannak munkakörök, amelyek home office-szal kiválthatók. Hogyha a munkáltató megköveteli a munkavállalójától a védettségigazolványt, de az illető munkavállaló azt mondja, hogy inkább home office-ba szeretnék menni, hiszen látszott, hogy úgyis el lehet végezni a munkámat az elmúlt másfél évben, mondhat-e erre nemet a munkáltató, és mondhatja-e, hogy de igenis nem home office, hanem oltás? Hát igen, mint a munkáltatónak adtuk meg a jogosultságot, azért elvileg mondhat, de én nem is szeretnék olyan jogi szabályozást, ami nem a józanész alapján áll. Tehát ha egy munkavállaló otthon el tudja végezni a munkáját, és ezt jól teszi, akkor ugyanegy munkáltató miért mondaná azt, hogy nem mindenképpen oltasd be magad? Vannak nagy foglalkoztatók, ahol sok ezer ember dolgozik. Tervezik-e lehetővé tenni, hogyha a munkáltató azt mondja az embereinek, hogy oltassátok be magatokat, akkor rögtön hozzátehesse, hogy ide is hívom nektek az egészet, és beoltatlak benneteket? Ha technikailag megoldható, akkor mi minden olyan akcióban, programban együttműködünk, ami az oltások számát növeli és gyorsítja, hogy ezt úgy egyszerűbben megcsinálni, hogy oda visznek oltóanyagot, belegondolva, hogy vannak olyan oltóanyagok, amiket a mínusz 90 fokon kell hűteni, amik lehetnek nehézségek. De azt, hogy egy munkáltató mondjuk a járási hivatalnál bejelentkezzen, és ott egyeztessen a járási hivatal vezetővel, hogy akkor ebben a 2-3 napban az ő 1000 munkavállalóját soron kívül oltjuk, és a regisztrációt is ott meg lehet csinálni, ilyenekben a kormányhivatalok partnerek lesznek, és György István államtitkár úrék eddig is minden ilyen egyedi igényre, ami lehetőséget teremtett arra, hogy az oltottság számát növeljük, vagy az oltottak számát növeljük. Ebben eddig is partnerek voltak, és ezután is az államigazgatás részéről, a kormányhivatalok részéről mindenki maximális partnerségre számíthat, aki azért tesz, hogy magasabb legyen a magyarországi átoltottság. Van egy kérdés, amire három orvos közül egy igent, egy nemet, egy pedig nem tudom. Ott válaszolt, mégpedig azt, hogy két keleti vakcina után egy Pfizer vagy Moderna az ére egy uniós zöld kártyát. A múlt heti kormányinfón nem mindenki értelmezte szerintem pontosan, amit én mondtam. A Green Pass-t mindenki kiválthatja, aki oltást kapott. Tehát a viták abból adódnak, hogy most próbálok még pontosabban fogalmazni, hát ha ez a megértést is elősegíti. Tehát Green Pass-t ma mindenki kiállíthat, mert hogyha valaki egy PCR-tesztet csinál, arra is megkapja a Green Pass-t, ami 3 napig lesz érvényes. Ha beoltották kínai, orosz, hogy bármilyen vakcinával, arra is kap. Azt már a fogadó ország dönti el, hogy mit fogad el és mit nem. És a fogadó országok gyakorlata különböző. Van, amelyik elfogadja az egy oltást, van, amelyik pedig nem. És természetesen még a gyakorlat, meg az előírások is eltérőek, mert nagyon sok helyen előírják a két oltást, de elfogadják az egyet is. De mindenkinek egyéni tapasztalata van, és utána leírja azt, hogy amit én pont úgy mondtam, hogy a gyakorlat nem egységes, az ő esetében nem volt igaz, azért az sem volt igaz, amit én mondtam. Kétség kívül az a biztos, hogyha valakinek két oltása van, olyan vakcinában az adott ország elfogad. Ez is különböző, Görögország elfogadja a Sputnikot is, hogyha jól emlékszem, Ausztria a WHO-s vakcinákat fogadja el. De most lehet, hogy ott ebben változtás volt, tehát nem akarok rosszat mondani, de mindenhol különböző szabályok vannak. Van, aki a WHO alapján elfogadja a kínait is, vannak, ahol külön úgy döntöttek, hogy oroszt is elfogadják, és az M-más oltanyagot pedig mindenki elfogadja. Az operatív törzsnek lesz heti vagy napi állandó tájékoztatója, mikor látja akár az operatív törzs, akár önök úgy a járványhelyzetet, hogy ez indokolt lenne tájékoztatás szempontjából azért, hogy többen oltassák be magukat, hogy jobban értsék az intézkedéseket? Eddig még erről nem volt szó, hogyha az igény az önök részéről erős lesz, és a vírus indokoltá teszi, akkor természetesen semmi akadálya, hogy a korábbi rendhez visszatérjünk. Köszönöm. Egyetlen rövid kérdés nem járvány témában, a biodóm ügye. Két cég között a földre fog esni a végén ez a szép nagy épület? Ez most szép képzavar volt, tehát normálisabban megkérdezem. Hogyha a főváros azt mondja, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni, nincs pénz rá, úgy marad, ahogy van, akkor a végén önök azért át fogják venni, megépítik, átadják és lehet használni, vagy mi lesz ezzel? A lényeg a válaszomnak, hogy nagyon remélem, hogy nem ez lesz a vége. Szerintem van egy
világos jogi helyzet, és van egy politikai vita. A világos jogi helyzet, hogy az államnak semmilyen teendője nincs, a fővárosnak pedig be kellene fejezni ezt a beruházást. És van egy politikai vita, ami abból ered, hogy a korábbi főigazgató időszakában, és egy korábbi városvezetés alatt ennek a beruházásnak a költsége megnőtt. De a kormány ezt egyszer már a megemelt összeget is kifizette. Tehát azt, hogy a főváros egy projektet drágában bonyolított le, kétségkívül az előző vezetés alatt, ahhoz mi támogatólag álltunk hozzá, és még adtunk pénzt. És most ezek után a főváros új vezetése pedig még kér pénzt. És erre mondtuk azt, hogy ezért mindenek van határa, ez nem egy közös beruházás, ez egy fővárosi beruházás, amit az állam támogatott. Majd egyszer a támogatást meg is emelte. Ezért a főváros kötelezettsége befejezni. Most, hogyha a főváros ennek nem tesz eleget, természetesen senki nem szeretné éveken át a jelenlegi városvezetés alkalmatlanságának torzójaként nézni a biodómot, de ez nem megoldás, hogy ilyenkor a kormányhoz fordulok, és egyetlen egy fillért sem vagyok hajlandó egyébként a leggazdagabb önkormányzatként, az ország leggazdagabb önkormányzata, minden ellentétes információt adszára a fővárosi önkormányzat, egy fillért sem vagyok hajlandó áldozni, és követelem a kormánytól, hogy valamit csináljon meg. Ezt szerintem egy jó értelemben vett európai politikai kultúrától is idegen. Köszönöm szépen. 168 óra. Köszönöm, Páva Csenge, 168 óra. Az imént szó volt róla, hogy az állam, mint munkáltató elvárja az oltást a munkavállalóitól, viszont a sajtóban megjelent, hogy az államigazgatásban nem teszik lehetővé a home office-t. Ezen tervez a kormány finomítani, változtatni. Úgyhogy korábban volt már többször, hogy lehetővé tettük, most nem látjuk indokoltnak. És mikor látják majd indokoltnak? Én remélem, hogy egyáltalán nem kell majd indokoltnak látni, mert ennek alternatívája az, hogy oltassa be magát mindenki, és ezt szeretnénk elérni. Ugye a kormány 40 darab lélegeztetőgépet adományozott Romániának. Mennyi van még a raktárban, és marad-e a magyar embereknek szükség esetén? Az biztos, hogy bőven elegendő lélegeztetőgép áll rendelkezésre. Számot nem tudok mondani, hogy éppen mennyi a raktárban. Indul a vizsgálat azzal kapcsolatban, hogy a kormány túlárazottan vette ezeket a lélegeztetőgépeket? Hát, ha az az állítás igaz lenne, hogy túlárazottan vettük, akkor indulna a vizsgálat, csak kérdés, hogy fogalmilag egyáltalán lehet-e túlárazásról beszélni. Akkor, amikor a magyar állam ezeket beszerezte, akkor ezeknek a piaci ára az a szabadrablás keretei között meghatározott volt. Tehát ma már mindenki biztonságban érzi magát, és tudja, hogy ha kórházba kerül, akkor mondjuk Covid vírussal, akkor az biztos, hogy a meggyógyulásának nem lesz akadálya, hogy nem áll rendelkezésre a lélegeztetőgép, de ez másfél évvel ezelőtt nem így volt. Másfél évvel ezelőtt ugyanezeken a kormányinfokon is a kérdés az volt, hogy tudunk-e elegendő lélegeztetőgépet szerezni, és a prognózis pedig úgy szólt, hogy 10 000 körül is lehet azoknak a száma, aki egyidejűleg lélegeztetőgépen lesznek, tehát hogy mindent megtett ennek érdekében a magyar kormány, szerintem helyes volt. És akkor is helyes volt, hogyha természetesen, amikor az egész világ lélegeztetőgépet akart venni, akkor ennek az ára magasabb, de ez már csak a piac ilyen. És Románia mellett tervezze még a kormány más országoknak is, vagy más valakinek is adományozni a lélegeztetőgépekből? Ha úgy tudunk segíteni, hogy az a magyar betegellátást nem veszélyezteti, akkor szívesen segítünk. Jó, köszönöm. A reptérrel kapcsolatban van még két kérdésem. Egyrészt az, hogyha állami kézbe kerül a reptér, akkor mit tesz majd meg a kormány annak érdekében, hogy a környező kerületekben lakók nyugalma biztosítva legyen? Tehát például be fogja tartani a működtető az éjszakai reptetési tilalmat, illetve több kritika is elhangzott az utóbbi időben a kormány részéről a mostani üzemeltetőkkel kapcsolatban. Mit fog tenni az állam annak érdekében, hogy javítsa a szolgáltatást? Sokat, tehát nagyívű repülőtér fejlesztésben gondolkodunk. Nagyon keveset, de azért mégis jó irányú és fontos változtatásokat, fejlesztéseket sikerült itt kierőszakolnunk a jelenlegi tulajdonosból is. Tehát ma már az emberi méltóságot nem páros lábbal tipró módon kell mondjuk utazni, hogyha valaki olcsó repülőjegyet vesz és fapadosan utazik. Ha valaki visszagondol a
két-három évvel ezelőtti helyzetre, amit én itt is sokszor minősítettem, az egészen elképesztő és tűrhetetlen volt. Ezen sikerült változtatni, de szerintem egy új terminál megépítése elkerülhetetlen. Az, hogy vasúttal el lehessen érni végre a repteret, ez szintén elkerülhetetlen. Fontos parkolókapacitásokat bővíteni kell, és egy jó szolgáltást is kell nyújtani. Erre nem fordított jelentős pénzt a jelenlegi tulajdonos és működtető. És mi a helyzet a környező kerületek lakosainak nyugalmával? Ennek érdekében mit fog tenni az állam, mint működtető? A jelenlegi szabályt az ő érdekükben mi erőltettük rá a reptér jelenlegi működtetőjére. Én nem látom az okot arra, hogy ezen változtassunk. Ez be lesz tartva? Tehát nem működtetett a magyar állam 16 éve repteret, mert Gyurcsány Ferencék eladták, de ennek ellenére én nem várok ebben semmilyen változást. Az imént említette a vasút kapcsolatot, és pont erről szerettem volna kérdezni, hogy tervezi-e a kormány a közvetlen vasút kapcsolat kiépítését, és mikorra várható ez, hogy megvalósuljon a reptérrel? Itt két egymással versengő koncepció van. Az egyik, hogy talán a 100-as vonalára lehet rácsatlakozni, a másik az a közvetlen reptéri vasút. Nekem van vélemény, hogy melyik a jobb, de ebben még nincs döntés. De a gyorsabb az biztos, hogy az, hogyha a 100-asra csatlakozunk rá, tehát a Szolnok felé menő vasútvonal csatlakozik le. Ennek technikai vagy szervezési nehézségei lehetnek, de ez megoldható. Ez a gyorsabb megoldás. Nem akarok elhamarkodottan vagy megalapozatlanul dátumot mondani, de ez nem beláthatatlanul hosszú idő, tehát ez néhány év alatt készen lehet. Mondjuk 5 év múlva már lehet erről konkrétabban beszélni? Most nagyon csalódott leszek, hogyha nem lesz 5 év múlva kész a reptérre a vasúti kapcsolat. Köszönöm. Az utolsó kérdésem egy videóhoz kapcsolódik, amit láttam Orbán Viktor Facebook oldalán. Ön az imént említette azt, hogy az ellenzéknek az az érdeke, hogy durvuljon a kampány. Ebben a videóban elhangzik az a kijelentés, hogy Gyurcsány Ferenc egy patás ördög. Ennek tükrében mit gondol, melyik oldalról durvul a kampány? És zajlik a hergelés. Bár nem láttam ezért. Ettől még elhangzik benne ez a kijelentés. Ironikus választ olyan tudnék adni, de gondolom nem a miniszterelnöktől hangzik el. De én mégis kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondol, hogy ennek tükrében. Én azzal tudom segíteni azt, hogy a kampány moderált keretek között maradjon, hogy nem mondom el a véleményet Gyurcsány Ferencről. Köszönöm szépen. Metropol. Köszönöm szépen, Bódi Zoltán, Metropol. Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke tett közzé a Facebook oldalán egy posztot, amely egyébként a statisztikai hivatal adataira támaszkodik, amely szerint Budapestről egy év alatt 84 ezeren költöztek ki. És még hogyha a beköltözőket számítjuk, akkor is 16 ezerrel csökkent a Budapest lélekszáma, ami azért mondjuk egy világváros esetén is egy jelentős tétel. Ő a kormány lakáspolitikáját, illetőleg a beton és autópárti városfejlesztést okolta. Önöknek erről mi a véleményük? Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányában tett bizonyos ígéreteket lakástámogatással, olcsó lakásbérlettel kapcsolatosan, hogyha ezeket a főpolgármester betartotta volna, akkor ezek az állítások hitelesebbek lennének. Önök egyébként a budapesti dugók miatt mennyivel hamarabb indulnak el dolgozni? Én szerencsés vagyok nagyon, mert a belvárosban lakom. Tehát a különbség az annyi, hogy korábban a Bartók Béla út ton már nem volt dugó a Móricztól befelé. Most általában ott is van. De egyébként, akik a külvárosban laknak, azok kivétel nélkül azt mondják, hogy ami eddig, mondjuk Mátyásföldön, hogy ami eddig 40-45 perc volt, az most másfél-két óra. És még egy kérdésem lenne, ez a budapesti hajléktalan kérdéssel kapcsolatos. Józsefvárosban a lakók petíciót indítottak a főváros és a helyi önkormányzati vezetés felé. Mégpedig szüntessék meg a fővárosi hajléktalan lágereket címmel. Önök szerint bajban vannak-e ezek a kerületek a súlyosbodó hajléktalan probléma miatt? Kívánnak-e nekik segíteni, és tudnak-e segíteni nekik? Hát
vannak olyan hatáskörök, amelyeket a főváros gyakorol. Ha megnézzük azt, hogy ma Budapest mennyivel szemetesebb, mint volt 2 évvel ezelőtt, akkor szinte egy objektív tény, hogy összehasonlítottan rosszabb a helyzet, mint volt. A dugókat ön is említette, és a hajléktalan probléma is visszatért Budapest utcáira. Szerintem ez káros, szerintem jobb lenne, hogyha a főpolgármester úr kevesebbet foglalkozna az országos politikával, vagy ha mégis azzal akar, akkor ezt úgy tenné, hogy egyidejűleg nem hanyagolná el azokat a kötelezettségeit, amelyek Budapest vezetésével kapcsolatosak. Tehát én szerintem egy város vezetéssel kapcsolatosan vannak alapvető elvárások, ilyen alapvető elvárás a köztisztaság, közrend, és Budapest nagyon-nagyon sokat romlott ezeken a területeken a mögöttünk hagyott 2 évben. A kormánynak van egyébként hajléktalanokat segítő programja? Számtalan hajléktalanokat segítő programunk van, és egyébként még a fideszes kerületeknek is volt, pont a 8. kerületet említi, még ott Kocsis Máté polgármestersége idején egy lélekprogram volt, ami egyébként a legkritikusabb szociálpolitikusok számára is egy kiváló minta volt. Tehát mind az állam, mind a fideszes helyi önkormányzatok ezen a területen ellátták azokat a feladatokat, amelyeket hatáskörökbe utaltunk, vagy amelyet a törvények hatáskörökbe utaltak. Az a baj, hogy az elmúlt években ez nem működik. Ez szerintem nemzetközi jelenség is, tehát általában a nagyvárosokban a liberális városvezetés az mindenhol káosszal, köztisztasági és közbiztonsági helyzet romlásával jár együtt. Most hál' Istennek Magyarországon a közbiztonság az a rendőrséghez tartozik, és azért ebben olyan jelentős romlás nem következett be Budapesten, de minden, ami a főváros hatáskörében van ezen a területen, vagy ezeken a területeken, ott komoly és negatív változás történt. Köszönöm szépen. TV2. Köszönöm. Szerintem elrom. Most már jó. Okay. Szóval a már említett nemzetközi szervezetek migrációpárti álláspontja mennyire nehezíti meg Magyarország határvédelmét? A magyar határvédelmet nem nehezíti meg, hanem több feladatot ad nekünk, mert ezek a megszólalások biztatást jelentenek azoknak, akik úgy gondolják, hogy Európában szeretnének élni, és nem pedig ott, ahol születtek. Ezért káros, és ez a legtöbb problémát ma még a nyugat-európai országoknak okozza, de határvédelmi nyomást, vagy a határokon egy migrációs nyomást, azt nálunk is jelent. Köszönöm. A következő kérdésem az lenne, hogy így a tél közeletében mindig fölmerül, hogy áll a magyarországi gáztározók töltöttsége? Itt van egy betárazási, meg kitárazási időszak. A betárazási időszak a szeptemberben fejeződött be. 83%-os telítettség volt, ami kifejezetten magas európai összehasonlításban is. Most 77%-on vagyunk. Tehát kellő tartalékunk van, bár nem fenyeget az, hogy bármilyen ellátásbiztonsági kérdés felmerülne, de ha mégis fel egész télen keresztül is képes lenne a szükséges energiaforrásokat a tárolókból biztosítani. Köszönöm, és végül mi a véleményük arról, hogy Bige László a kormányt okolja a saját jogsértéseiért? Érdekes taktikának tartjuk. Jobb lenne tisztázni azokat a vádakat, amelyek felmerültek vele szemben. Beszéltünk már ezeknek a következményeikről. Szerintem Magyarországon nehezen lehet azt a álláspontot tartani, hogy valakivel szemben azért, mert egyébként baloldali milliárdos büntetőeljárás indult, mert nagyon sok baloldali milliárdos él velünk, és nem indult senkivel szemben sem eljárás. Tehát amit egyes országokban, amelyekre egyes országban látunk példákat, Magyarországon ilyen nincsen. Tehát ez egy teljesen független bírósággal és jogállami intézményrendszerrel rendelkező ország, ahol politikai alapon senki eljárás nem indítottak. Köszönöm szépen. 444. Köszönöm szépen. Szurovec Vörös vagyok a 444-től. És először a most bejelentett intézkedésekkel kapcsolatban érdekelne, hogy az állam munkáltatóként előírja az oltást, azt mondta. Tehát ez azt jelenti, hogy minden állami alkalmazott a közszféra minden területén, bárhol is dolgozzon, kötelező lesz számára az oltás. A részletszabályozást várjuk meg, de ez az elv, amit az állam főszabályként érvényesíteni fog. És ez azt jelenti, hogy az állami tulajdonú cégekre is vonatkozik? A részletszabályozást várjuk meg, ezzel fog találkozni, tehát az állami cégek
többségénél is, ahol nincsen semmilyen speciális körülmény, ez lesz az irányadó, és a nagy állami alrendszereknél is. És azt felmérték egyébként, hogy a közszférának mik azok a területei, ahol most mondjuk a legalacsonyabb az oltottság, tehát hogy mik azok a területek, ahol különösen sokan vannak, akik még eddig nem oltatták be magukat, és leginkább érvényes lesz rájuk ez az intézkedés? Igyekeztünk felmérni, van, ahol hiányosak az adatok, van, ahol nagyjából pontos a kép. Összességében a közszféra oltottsága lényegesen magasabb, mint a társadalomé. És mik azok a területek, ahol alacsonyabb az állami szektoron belül? Például a fegyveres testületeknél. És van arról valamilyen elképzelésük, hogyha sokan nem lesznek hajlandóak ennek ellenére sem beoltatni magukat, akkor mit tesznek, hogy ez ne vezessen más problémákhoz ezeknek a szervezeteknek a működésében? Hát azt szeretnénk, hogyha mindenki beoltatná magát. Tehát nyilván a kormány azért felel, hogy az állam a saját funkcióit jó színvonalon el tudja látni, ezt mi biztosítani fogjuk, és szeretnénk azokkal biztosítani, akik egyébként ma az állam szolgálatában állnak, és azért azt kérjük tőlük, hogy oltassák meg magukat. Azt mondta, hogy az önkormányzatok is előírhatják majd a saját dolgozóiknak, akkor gondolom ez is vonatkozik az önkormányzati cégekre is szintén. Persze, természetesen. Hát szerintem mindenhol, tehát ha azt az elvet nem szabad veszni, hagyni, hogy a munkáltató jogosult, az önkormányzatoknál a polgármestereket jogosítjuk föl, mert ott egy vita lett volna abból, hogy miért nem a polgármestereket, hogyha másokat és a jegyző miért hozza meg politikai döntést. Itt van egy eltérés, mert szerintünk ez egész egyszerűen egy méltányosabb szabályozás. A döntésből lehet politikai vita, ezért egyszerűbb, hogyha a polgármester és a képviselőtestület dönt. De ettől eltekintve ahhoz kell ragaszkodni, hogy mindenhol a munkáltató hozza meg a formális döntést. De nyilvánvaló, hogy egy önkormányzati cégnél a munkáltatót a polgármester vagy a képviselőtestület, leginkább a képviselőtestület nevezi ki, ezért meg tud fogalmazni kötelező elvárásokat is vele szemben. Hogyha a kormány azt mondta, hogy nem tekinti alkotmányellenesnek a kötelező oltást, akkor mi szólt az ellen, hogy akár általában véve mindenki számára elrendeljék ezt? Azért, mert mindvégig úgy voltunk, hogy ha általánosságban rendeljük el a kötelező oltást, az felvet már alkotmányossági aggályokat is. Én szerintem egyébként én nekem több ellenérvem van, mint az alkotmány. Tehát több amellett szóló érvem van, hogy ez a döntés is alkotmányos lenne, de ez már egy legitim vita. De itt a konkrét esetben viszont van egy szükségszerűsége és célhoz kötöttsége az intézkedésnek. Azt, hogy aki dolgozik, az egy munkahelyi kollektíva része, és ott ennek megfelelően az a döntése, hogy beoltatta-e magát vagy sem, az a többiekre is közvetlen kihatással van. Múlt héten Kovács Zoltán a járványügyi szakemberek véleményére hivatkozott, amikor azt mondta, hogy az október 23-ai rendezvények biztonságosan korlátozás nélkül megtarthatók. Ön meg tudja mondani, hogy kik voltak ezek a szakértők, akikre ő akkor utalt? Nemzeti Népegészségi Központtal és nagyon sok orvossal, virológussal egyeztet a kormány. Éppen kivel ezt nem tudom, de van egy széles kör az elmúlt másfél évben, akivel rendszeresek a konzultáció. Akkor ez ugyanaz a szakértői kör, akik most ezt a három intézkedést is javasolták a kormánynak, hogyha jól értem. Hát az operatív törzs fogalmaz meg javaslatokat, ez a vírus kezdete óta így van, tehát a belügyminiszter az, aki a kormányülésen ezeket előterjeszti, és a kormány ezt követően dönt róla, de az operatív törzs valóban ebben ezzel a szakmai körrel egyeztet. Ugye két napja, amikor egy ezzel kapcsolatos kérdésre a koronavírus sajtóközpont azt írta, hogy senkit sem akarnak korlátozni a maszkviselés egyéni döntés kérdésen is megtiltva a mindennapokban. És tegnap Kósa Lajos is, aki tagja az operatív törzsnek, azt mondta, hogy a mostani védekezési szint bőségesen elegendő. Hogy miért mondták ezt, hogyha eközben intézkedésekre készültek, vagy hogyha akkor még nem készültek rá, akkor mi indokolta azt, hogy közben meggondolták magukat? Én azt javaslom, hogy egyedi nyilatkozatok esetén a nyilatkozót kérdezze erről, de azért a méltányosság egyében mégiscsak egy operatív törzs tag, az addig, amíg új döntés nem születik, az a helyes, hogyha ahhoz tartja magát, amilyen döntéseket a kormány hozott. Igen, tehát a koronavírus sajtóközpont is azt kommunikálta, hogy a maszkviselés egyéni döntés kérdése. Ezért kérdezem, hogy változott-e valami közben, ami indokolta ezt a döntést? Annyi változott, hogy a legzsúfoltabb helyeken, ami leginkább azért a tömegközlekedési eszközöt jelenti, ezt előírtuk, a többinél pedig továbbra is azt mondjuk, hogy mindenki el tudja dönteni, hogy jön is, hogy hord maszkot vagy sem. Ezek a szakértők, akikről most beszélünk, hogy kifejezetten azt mondták most az operatív törzsnek vagy a kormánynak,
hogy most elegendő ebben a helyzetben csak a tömegközlekedésen előírni ezt? Miután emberekről beszélünk, ráadásul tudományos háttérrel és sokakról, ezért soha nem volt szerintem olyan, hogy mindenki ugyanazt mondta volna. Azért van az operatív törzs, hogy mindenkit meghallgasson, mindenkivel konzultáljon, azért a Nemzeti Népegészségügyi Központ, ami egy erre szakosított állami szerv intézmény, hogy a vélemények, ő is elmondja a saját véleményét, és aztán a politikai döntés felelőssége már a kormányé. De a szakmai vélemények között volt olyan, ami azt mondta, hogy most elegendő csak a tömegközlekedésen? Miután nem vagyok tagja az operatív törzsnek, ezért nem tudom, de azt feltételezem, hogy bizonyára volt olyan, aki azt mondta, hogy még várhatunk, bizonyára volt olyan, aki ezt javasolta, és lehet, hogy olyan is volt, aki azt mondta, hogy általános maszkviselési kötelezettséget rendeljünk el. De nem vagyok részes ezeknek a megbeszéléseknek, azt a személyi kört nagyjából ismerem, akikkel szoktak konzultálni. De akkor önminiszterként nem találkozik ezekkel az érvekkel, tehát például nem tudja, hogy milyen szakmai érvek merültek fel amellett, hogy legyen általános, vagy hogy legyen csak tömegközlekedésen, vagy hogy ne legyen sehol? Volt már, hogy találkoztam. Általában, hogy a miniszterelnök találkozik velük, vagy találkozott velük, akkor én is ott voltam. Ez azt jelenti, hogy akkor ön azt sem tudja, hogy ezek a szakértők mivel érveltek, vagy... Tehát milyen szakmai okok vagy indokok merültek fel egyik? A koronavírus járvány az volt a fő szempont. De világos, de hogy milyen érvek merültek fel amellett, hogy hol vezessék be a maszkviselést, ez érdekelne? Hát, javaslom az ő megkeresésüket. Tehát egy olyan testület szakértőinek a véleményéről igyekszem ugyanúgy tájékoztást adni, még nem vagyok tagja, de mi a kormány döntésért tudunk felelősséget vállalni, és az pedig még a sajtó számára is nagyjából ismert, sőt, szinte pontosan ismert, hogy 2020. februárja óta ki az a szakértői kör, illetve melyik az állami intézmény, amely ilyenkor véleményt alkot. Hogyha ez ismert, akkor meg tudnám mondani, hogy ki az a kik azok a fő szakértők, akik szakmai tanácsot adnak a kormánynak? Én lát ezekben az ügyekben megnyilatkozni, azoknak jó része. Mondana néhány nevet? Nem szeretnék senkit megsérteni, az, hogy kihagyom. És sértő lenne számukra, hogyha elárulná róluk, hogy a kormánynak adnak tanácsot, vagy milyen módon? Nem, az lenne sértő, ha kihagynám, és nem ismernék önök meg, hogy a kormánynak tanácsot adnak. Ez azért kérdezem erről, mert éppen azt arra akartam utalni, vagy arra akartam rákérdezni, hogy mi az oka annak, hogy nem igazán szerepelnek a nyilvánosságban olyan járványügyi szakértők, akik szakmai alapon támasztanák alá a kormány intézkedéseit, vagy adott esetben az, hogy nem hoz meg egy intézkedést. Hát ez az ön véleménye, én ezt nem így látom. Ugye az elmúlt hetekben az orvosi kamara, vagy a Tudományos Akadémia elnöksége és még sok más szakértő, akik itt már a kormányinfón felmerültek, vagy szóba kerültek, ők azt mondták, hogy általában véve a zárt zsúfolterekben kellene bevezetni a maszkviselést. Mi az oka annak, hogy ezekre a javaslatokra nem hallgatnak? Hát most vezettük be a tömegközlekedési eszközöket. Igen, hogy ők éppen, hogy nem csak a tömegközlekedésre, hanem egyennél tágabb javaslatot tettek. Valaki ezt mondja, aki nem. Tehát én értem, hogy mindent szabályozni akar, és restrikció, és parancsok, és előírás. Mi alapvetően egy ennél szabadabb, ha szabad meg szó klasszikus értelmében, liberálisabb gondolkodásmóddal vagyunk megáldva, mint ön. Tehát szerintem a maszkviselés az tipikusan olyan, hogy ön itt ül, és maszkot visel, és ezt eldöntötte. Mindenki ezt meg tudja tenni. Ott írjuk elő, ahol úgy látjuk, hogy a fertőzés kockázata, és ezt valóban szakmai konzultációk előzik meg, a legnagyobb, és ahol ezt indokolt megtenni az emberek szabadságának korlátozásával is. Ez ma a tömegközlekedési eszközök. Így döntöttem. De én is akartam elnyomásra felszólítani senkit, az érdekelt, hogy mik ezek a szakmai indokok. Értem, hogy önökben van ilyen hajlam, de bennünk nincsen. Tehát... Ezek szerint a tömegközlekedés, azt most egy fél mondatából kiderült, a tömegközlekedést akkor egy olyan helynek tartják, ahol fokozott a fertőzés kockázat, mondjuk igen, más zsúfolterekhez képest. Igen. Köszönöm. A következő dolog, ami szintén még a járványhoz kapcsolódik, hogy Oroszi Beatrix, aki a legutóbbi információk szerint tagja ennek a minisztériumi elemző csapatnak, ő azt mondta, hogy maszkra, védettségigazolványra és távolságtartásra is szükség lehet ott, ahol 80%-osnál alacsonyabb az oltottsági arány. Az érdekelne, hogy ön tud-e olyan részéről az országnak, ahol ez meghaladja a 80%-ot?
A fővárosban mondjuk a legközelebb hozzá, de ez ott is legfeljebb csak azon csoporton belül haladja meg, akik beoltathatják magukat. Tehát itt 80% közelében lehetünk a 12 év fölöttieknél. És ezeket az adatokat, ezeket nyilvánosságra hozzák, hogy hol, mekkora az oltottság? Egyszer szerintem hoztunk ilyeneket nyilvánosságra, kor szerinti adataink vannak. A területire gondolok, hogy ilyeneket... A területet is hoztunk már nyilvánosságra. Igen, egyszer nyilvánosságra hozták. Ugye akkor azt történt, hogy... Én adtam önöknek ilyen anyagot. Igen, igen. Akkor azt történt, tudok, hogy... Tudok, szívesen segítek. Megtenné, hogy elküldi a mostani frissített változatot ebből? Kutatok, és hogyha megtalálom, akkor elküldöm. Ezek szerint rendelkezésre áll, azt mondta az előbb, hogy ön tudja, hogy Budapesten majdnem 80. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy rendkívül sokat kell olyan területről is olvasnom, aminek alapvetően nem vagyok szakértője, ezért azt biztosan tudom állítani, hogy Budapest volt mindig a legmagasabb, akkor is, amikor önök erről adatokat láthattak, és miután könnyű kiszámolni azt, hogy ha 8,5 millió állampolgárból 6 millió oltott, akkor az nagyjából 70% körüli fölötti oltottságot jelent abban a körben, aki beoltathatja magát, és ez Budapesten magasabb, ezért egyedül itt közelítheti meg a 80%-ot. Ez az amatőr számítási mód állt az én válaszom mögött. Mi az akadálya annak, hogy ezt külön kérés nélkül, és nem csak néhány havonta akár, vagy csak egyetlen egy alkalommal, hanem folyamatosan láthassuk, hogy területileg hogy alakul ez az országban? Igyekszem önöknek elintézni, hogy területileg is láthassák, hogy hogy alakulnak a oltási adatok. Hát, ha egy nemes versengés lesz belőle. Köszönjük el. Remélem, hogy sikerül. Örülök, hogyha ön nekünk drukkol, vagy nekem drukkol. Tehát. Az adatnyilvánosságnak. Még egy kérdés azzal a kutatással kapcsolatban, ami már felmerült, ugye ez a nyáron ígért kutatás a halálozással kapcsolatban. Ön most azt mondta, hogy indokolt a türelmetlenség, de még mindig nem készült el. Egyrészt az érdekelne, hogy mit mondanak önnek, mikorra készül el, és hogy kinek a felelőssége ez konkrétan? Most annyi szolidaritást engedjen meg, hogy nem fogok felelőst megnevezni, és azt várom, hogy a lehető leggyorsabban készüljön el. Egy miniszterelnöki feladatszabás volt, tehát mindenki eldönti, hogy a miniszterelnöki feladatszabásnak eleget kívánt lenni, vagy sem. És utolsóként egy nem járványhoz kapcsolódó kérdés, hogy az elmúlt hónapokban 5 olyan alkalmat számoltam össze, sőt, hogyha ma itt is ide veszük, akkor 6-ot, amikor Budapestről beszélt, és rendre ugyanazokkal a szavakkal, sokszor szó szerint ugyanúgy felsorolta azt, hogy Budapesten az elmúlt időszakban több lett a dugó, több lett a hajléktalan, és több a szemét. És hogy mivel ezek nagyon hasonlóan, sokszor szinte szó szerint ugyanúgy hangzottak el, ezért kérdezem, hogy ez egy ilyen tudatos kommunikációs fogása, hogy ezeket így sorolja fel egymás után. Egyáltalán nem ez a valóság. Nem is ezt kérdezem most, hogy ez a valósága vagy sem, hanem hogy maga ez a megfogalmazás, ez mennyire tudatos. Hiszen visszatér a megszólalásaiban. Hát ha a valóság nem változik, akkor az én megszólalásaim is hasonlóak lesznek. Tehát higgye, hogy a főváros fellép a hajléktalanság problémája ellen, és ugyanazok a maihoz képest már-már idilli állapotok visszatérnek, amelyek Tarlós főpolgármester időszakában voltak, akkor ezt nem fogom megemlíteni. Akkor csak a dugókat és a szemetet fogom kritizálni. Ha esetleg megszüntetik azokat a biciklisávokat is, ahol biciklistát ezek jó részén nem vagy alig látni, viszont hihetetlen dugók alakultak ki, ami környezetvédelmi szempontból is a lehető legbutább döntés. Tehát visszaáll az a viszonylag normális forgalmi helyzet, nem dugóktól mentes, de viszonylag normális forgalmi helyzet, ami Tarlós főpolgármester időszakában volt, akkor ezt se fogom mondani. És hogyha köztisztaságnál is nem teli kukákat, vagy már amellé dobott szemeteket lehet látni, egyébként olyan helyeken, ahol turisták tömegesen vannak, ezt se fogom mondani. Ami viszont van ma, ezzel tudom jellemezni önnek az új fővárosi vezetésnek az elmúlt 2 évét, valóban, hogy több dugó, több szemét, több hajléktal. És hogy ön szerint nincs rossz üzenete annak, hogyha miniszterként rendszeresen egymás után ugyanabban a mondatban, ebben a kontextusban emlegeti az utcán eldobott szemetet, és azokat az embereket, akiknek nincs hol lakniuk. Tehát, hogy ez a fajta... És még az autóvezetőket is. Ön nem az autóvezetőket, hanem a dugót említette. Hát pedig igen, ülnek és azt mondta, az autóban. És szemét. Tehát azokra az ugó ugye azt jelenti, hogy
emberek ülnek autóban, és az autók nem haladnak. Tehát rájuk gondolok, a hajléktalanokra gondolok, meg a szemétre gondolok. Ezek nem összekeverendőek, ezek egymás melletti válság tünetei Karácsony Gergely főpolgármesterségének. Köszönöm. Magyar Hírlap. Jó napot kívánok, Sütő Nagy Zsolt, Magyar Hírlap. A remélt 7%-os gazdasági növekedést veszélyezteti-e a járvány fellángolása? Természetesen veszélyezteti, de azt reméljük, hogy a magyar gazdaság kellene erős lesz ahhoz, hogy a lehető legjobb növekedés produkálja 1990 óta, hogyha ez eléri a 7%-ot, az rendkívül jó eredmény. Hozzáteszem, a mai adatok szerint biztosak lehetünk, hogy 5,5%-ot meghaladja, ugye ez volt, amihez a személyi jövedelemadó visszafizetését kötöttük, és biztosak lehetünk abban, hogy a rendszerváltozás óta egyetlen egy évben sem volt olyan magas a gazdasági növekedés Magyarországon, mint idén lesz. De hogy ezen belül, a kiemelkedőn belül mennyire lesz kiemelkedő az eredmény, az nagy mértékben függ attól is, hogy a járvány negyedik hullámát mennyire sikerül csillapítani. Ezt azért is kérdezem, mert hogy ebben az esetben, ha mennyiben mégis kisebb lesz a gazdasági növekedés, a már megígért juttatások, nyugdíjasok, családosok számára továbbra is tartható lesz? Miután 5,5% fölött lesz a növekedés, ezeket ehhez kötöttük, ezért igen. A járványnál maradva, a korábbi hullámok idején többször is tapasztalhattuk, hogy a baloldal előszeretettel állt elő álhírekkel. Számítanak-e újabb hasonló támadásokra? Nem gondoljuk azt, hogy a baloldal alapvetően meg fog változni. Ezt csak azért kérdezem, mert ugye tegnap jelent meg ez a hír, hogy az Európai Unió az AFP-t kérte fel tényellenőrzésre, és ehhez magyar partnert is talált. Számít-e arra, hogy épp az Európai Unió fogja majd a baloldali álhíreket visszafogni? Az Európai Unió önálló hatalmi szereplő, és miközben a lisszaboni szerződés alapján a lojális együttműködést elősegítve teljesen függetlennek kellene lennie, ehhez képest aktív politikai szerepet játszik, és pillanatnyilag az eddigi megnyilatkozásai arra utalnak, hogy nagy kedve van a magyar választási kampányban is részt venni. Tudomásul vesszük, ezek a hatalmi viszonyok, ez egy jogsértő magatartás, pillanatnyilag ez ellen eszközünk nincsen, azért ehhez így kell viszonyulni. De komolyan vehető majd ez a tény ellenőrző fórum? Tehát ha valaki megnézi az uniós bizottsági jelentéseket Magyarországgal kapcsolatosan, ezek tendenciózusak. Ezt szerintem még minimális objektivitásra rendelkező kritikusaink is kénytelenek elismerni. Igen. Karácsony Gergelyhez közel álló fórumok is az elmúlt két évének az értékelésekor elég lesújtó véleményeket fogalmaztak meg az elmúlt napokban. Elképzelhetőnek tartja, hogy a Karácsony mögött álló erők elkezdték elengedni a főpolgármester kezét? Ebben én nem látok bele. Gáj Zoltán kinevezése mögött Karácsony Gergely, vagy pedig korábbi főnöke Gyurcsán Ferenc állhat esetleg? Egyetértek azzal, amit talán Kocsis Máté frakcióvezető úr írt le, hogy Karácsony a főpolgármesteri székben, Gyurcsány emberei pedig a kasszánál vannak. A főpolgármesteri Köszönöm. Hivatalma így épül fel. Köszönöm szépen. MediaWorks. Köszönöm, Kis Ferenc, MediaWorks Hírcentrum. Visszakanyarodnék egy kérdésereig a műtrágya piacon kialakult helyzetre. Ugye itt a jelentős és tartós áremelkedés a gazdákat nehéz helyzetbe hozta. Tervez-e a kormány esetleg bármilyen segítséget, kompenzációt, vagy netán beavatkozást az árral kapcsolatban? Számtalan ágazatnál jelent nehézségeket
önmagában is az az inflációs nyomás, ami az energiaáremelkedésből következik. Itt még pluszban van egy már említett és megtárgyalt ügy, ami tovább fokozta a helyzetet. Tudjuk, hogy kell majd ágazati segítségnyújtásra is gondolnunk. Nézzük azt, hogy milyen hosszú ideig áll fenn a helyzet, milyen formában tudunk segítséget nyújtani, de ezt a kormány asztalán van az ügy. Értem, köszönöm. Egy másik szintén már felvetett kérdés a békemenet, illetve az október 23-ai rendezvény kapcsán. Van esetleg hivatalos becsült adat arra vonatkozóan, hogy mennyien vehettek részt a békemeneten, illetve a másik baloldali rendezvényen? Hát sokféle szám jelent meg, de én azért nem akarok a számháborúba beszállni, mert annyira nyilvánvalóan óriási volt a különbség, hogy azt mondja, most ez 20-szoros vagy 50-szeres, ennek a jelentősége szinte nulla. Annál kisebbet, mint hogy 20-szoros nem hallottam, még a másik oldal se, tehát még a legelfogultabb emberek se tudtak mást állítani, és az 50-szeres se biztos, hogy túlzás, de nem akarok a tippjátékba belemenni. Az egyik egy komoly tömeg volt, a másik az pedig egy felsülés. Miután ugye Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök jelöltje, gyűlölködésnek nevezte ezt a békemenetet, itt felvetődik a kérdés, hogy a hatóságok tudomására jutott-e bármilyen rendbontás, provokáció, szükség volt-e esetleg rendőri intézkedésre a békemenet során? Nem, ahogy eddig sem volt soha, most is mindenki a jogszabályokat maximálisan betartva, az ünnep méltóságát megőrizve vett részt az állami ünnepségeken is, de egyébként a békemeneten is. Igen, másik kérdés, itt a terve van véve ugye a fegyverpénz kifizetés, a hathavi fegyverpénz kifizetése, hogy ez lehet-e tudni, hogy ez pontosan milyen kört érint, tehát itt például katasztrófavédelem, szó volt arról is, hogy esetleg nem csak hivatásos állományú dolgozókat. Mindenkit érint, aki esküt tesz arra, hogy a hazáját, az élete feláldozásával vagy kockáztatásával is megvédi. Értem. Egy másik kérdés itt a napokban. Ugye a MOL elnökvezérigazgatója ellen egy jogerős ítélet született, 2 év börtönbüntetés Horvátországban. Miután egy stratégiailag fontos nagyvállalat vezetőjéről van szó, hogy látja a kormány ezt a kialakult jogi helyzetet? Van egyáltalán bármilyen tennivaló ebben az ügyben? Szinten. Azt tudom csak megismételni, amit egyébként a folyamatban volt választott bírósági X-ideljárásban a washingtoni bíróság is kimondott, hogy ennek az ügynek az objektív és jogállami keretek közötti elbírálása az Horvátországban nem volt biztosított. Ennek megfelelően mindezen vádak ismeretében a nemzetközi bíróság is úgy ítélte meg, hogy a MOL-INA szerződéskötés mindenben megfelelt a jogszabályoknak, és ezt követően pedig a magyar bíróság is már egy alkalommal Hernádi Zsolt kiadatásával kapcsolatosan döntött, ahol az összes megtagadási okra nézve megalapozottnak találta, hogy Magyarország ne adja ki Hernádi Zsoltot a horvát hatóságoknak. Ebben az is benne van, hogy a jogállami feltételek az eljárás során nem biztosítottak, de benne van egyébként a Zixit bíróságon tett megállapítások sora is. Értem, és egy utolsó kérdés. Itt szintén Márki-Zay Péter említette, hogy ha győznek a választásokon, akkor az általa migráns bűnözőknek nevezett személyeket kiutasítani az országból. Itt említette példaként, egyik példaként az volt macedón miniszterelnököt, Gruevski urat. Erről a jogi lehetőségről mi a véleménye a kormánynak? Ezeknek nem kell komolyan venni, ezek politikai mondatok. Egyet tudunk, hogy a Márki-Zay Péter a migrációban veszélyt nem lát, és minden migránssal szemben megértő és emberséges elbánást javasol. Ez nyílt beismerése annak, hogy ő mindazzal szemben áll, amit egyébként az emberek népszavazáson is döntöttek, azaz, hogy a külső határokat meg kell védeni, hogy a kerítés a legjobb eszköz, és hogy Magyarország nem migrációval kívánja a családpolitikai nehézséget orvosolni. Értem, köszönöm szépen. Telex.
Köszönöm szépen, Cseke Balázs vagyok a Telextől. Ha jól értettem, miniszter úr azt mondta korábban, hogy nincs adatuk arról, hogy a kórházban ápolt betegek közül hányan kapták meg az oltást. Közben viszont a koronavírus.gov.hu oldalon napi adatközlések során azt írják, hogy a beoltottak kevesebb, mint 1%-a betegszik meg Magyarországon. Honnan van akkor ez az adatuk? Nemzeti Népegészségi Központ, de ezt korábban mi is nyilvánosságra hoztuk. Itt nem a kórházban ápoltak számáról van szó, hanem akiknél a PCR-teszt kimutatja a pozitivitást. Arról értelmszerűen van adat. A kórházban kezeltek számáról továbbra sincs ilyen adat, azt jól értem. Kezeltek számáról van a beoltottságról, csak kórházi adatok vannak egyes kórházokban. Mi az oka ennek, hogy nincsen arról adat? Több más országban, például Ausztriában pontosan lehet tudni, hogy a fertőzöttek, illetve a kórházban ápolt betegek hány százaléka kapta meg már az oltást? Egyszer már hosszan elmondtam, hogy milyen kétségek merülnek fel ezzel kapcsolatosan. Én nem vagyok az ellen, hogy ilyen adatot is lehessen generálni. A személyiségi jogra tekintettel kell akkor ezt megtenni. Nem én döntök arról, hogy milyen adatot gyűjt a magyar kormány. Főleg, hogy ezt nem is a kormány, az NNK gyűjti, de mondjuk egy kormányzati állami intézmény gyűjti. Mi az oka annak, hogy nincsen naponta adatközlés a járványügyi adatokról? Ugye hétvégén nincsen, hanem hétfőn három nap adatait egyben kapjuk, meg így nem lehet napi szintre lebontva látni az adatokat. Nincs akadálya annak, hogyha a járvány negyedik hulláma így fut fölfelé, akkor ez változzon. Lehet, hogy a hétvégi adatszolgáltatás érkezik egyben. De meg kell nézni. Ha az adatszolgáltatás egyben érkezik, akkor nem tudjuk megbontani, hogyha, ami nyilván azért van, hogy a hétvégén kevesebben dolgoznak, és azért akkor vasárnap egységesen adják le az adatokat. Az összes többi napi adatot közlünk. Információink szerint a napokban egy kormánynak dolgozó közvéleménykutató cég felmérte a lakosság véleményét arról, hogy mit szólnának, hogyha a kormány a járvány megfékezése érdekében kötelezővé tenné a védőoltást a felnőtt lakosság számára. Mi lett ennek a felmérésnek az eredménye, illetve ennek a kutatásnak az eredménye szerepet játszott-e a mostani intézkedések meghozatalakor? Én nem láttam egyetlen egy ezzel kapcsolatos felmérést sem a héten. Korábban láttam olyanokat, amik kötelező oltással voltak kapcsolatosak. És azért azt hozzáteszem, hogy a kormány járványügyi szempontok alapján dönt, nem közigazgatások alapján, mert maga a kötelező oltás az mondjuk nem egy 100%-ban támogatott intézkedés. Erről mi is tudunk, de miután a fő feladat az a járvány megfékezése, ezért szerintem ez helyes. De akkor azt jól értem, hogy most ezen a héten, ezekben a napokban nem készült a kormány számára ilyen felmérés. Én nem láttam ilyen közönítést. Orbán Viktor arra utalt az október 23-i beszédében, hogy Amerikából beavatkozhatnak a jövő évi választásokba, magyarországi választásokba. Ugyanerről beszélt Dancs Ferenc is, a külügyminisztérium helyettes államtitkára Washingtonban. Van-e bármilyen erre utaló jel, titkosszolgálati információ, bármilyen olyan adat, ami ezt az állítást alátámasztaná? Egy olyan kört határoz meg, amiről ha tudnék, sem mondhatnám el. De hát, hogyha valaki meghallgatja az amerikai adminisztrációnak Magyarországgal kapcsolatos nyilatkozatait, akkor olyan sok illúziója nem lehet azzal kapcsolatosan, hogy a demokraták minden olyan fontos kérdésben, ahol mi sarkos politikai álláspontot foglaltunk el, velünk szemben foglalnak állást. Tehát mondjuk ők migrációbarátok, mi migráció ellenesek vagyunk, ők családvédelmi törvényügyében nem a magyar kormányt támogatják, hanem a magyar ellenzéket. Tehát bármilyen ügyet nézek, ott vagy nem nyilvánultak meg, vagy ellenünk nyilvánultak meg. Én szerintem a legfontosabb, hogy két szövetséges ország között, még hogyha ellentétes értékrendű kormányok is vannak hivatalban, az együttműködésre kell figyelni, és arra kell, az kell, hogy a közös cél legyen. Ha az amerikai kormány ezt hagyja, ők a nagyobb fél, akkor mi erre készen állunk, hogyha pedig úgy gondolják, hogy a magyar választási kampányban részt kívánnak venni, akkor arra pedig erőnkhöz mérten tudunk válaszolni. A diplomáciában azért az egy nagyon súlyos állítás egy másik országról azt állítani, hogy beavatkozna a hazai országgyűlési választásokba. Érkezett-e Washington részéről ezek a kijelentések, az idézett kijelentések után bármifajta jelzés ezzel kapcsolatban?
Egyrészt a szabad külön véleményt megfogalmazni a kérdésben foglalt állítással kapcsolatosan, akkor ez néhány évvel vagy egy évtizeddel ezelőtt még egy súlyos állítás volt. Már a diplomáciát is az általános politikai elvek irányítják, ezért a durva megnyilatkozások száma az sokszorosára nőtt azzal szemben, ami néhány évvel ezelőtt megtapasztalható volt. Ez általánosságban igaz. Tehát az, hogy ki kit vádol egy ország belügyeibe való beavatkozása, szerintem megnézni az amerikai külügyminisztérium közleményeit, akkor jó sok országot megvádolnak. Ezzel biztos van, hogy alappal, talán olyan is, hogy alap nélkül. Tehát sajnos a tónusa a diplomáciának az megváltozott, és a politikához igazodott mindenhol. Egyébként semmilyen visszajelzést nem kaptunk. A szombati békemenetre az ország több pontjáról is kisbuszok, kisebb és nagyobb buszokkal szállították a résztvevőket. Több fotó is készült arról, hogy a Rákóczi úton álló kisbuszok egy részén a Magyar Falu program matricája volt látható. Milyen célra használhatóak a Magyar Falu program keretében vásárolt buszok, illetve kiengedélyezheti, hogy ezeket a buszokat olyan célra használják, hogy egy politikai párt, politikai rendezvényre szállítsanak résztvevőket? Ott egy állami megemlékezés volt a Rákóczi út közelében, szerintem az nagyon helyes. A mindenkori kormány állami megemlékezésén való részvételt, azt hiszem nagyon helyes, hogyha a magyar falubuszok segítik. Ki fizeti ezeknek a buszoknak a szállítását, működését? Ezekre a rendezvényekre gondolom. Feltételezem, hogy a működést az önkormányzat, a falubuszokat azt a Magyar Falu program keretében szerzik be, de még egyszer mondom, az ön kérdésében az az állítás nem felel meg a valóságnak, hogy ez egy pártrendezvény volt. Ez volt a hivatalos állami megemlékezés. A hivatalos állami megemlékezésre nagy baj lenne, hogyha egyébként állami buszokkal nem lehetne jönni. Múlt héten nyújtotta be a Költségvetési Bizottság a Parlamentnek az NMHH jövő évi költségvetéséről szóló javaslatot. Jövő évre az MTVA 130 milliárd forintos költségvetésből fog működni. Ez 2010-hez képest megduplázódott. Ezt a arányú változást mennyiben tartja ön indokoltnak? Azt remélem, hogy a Magyar Televízió ebből jobban, hatékonyabban és több csatornával tud működni. Ezt látom 2010 óta, de miután nem vagyok tévénéző, illetve foci meccsek kivételével nagyon nézek meccset, azért azt a hosszú kérdezfeleget, ami arra vonatkozik, hogy kinek tetszik a közszolgált tévé és kinek nem, ezt nem javasolnám megnyitni. Szerintem a közszolgált televízió fontos, hogy legyen egy országban, és az biztos, hogy pontosan ott van nagy hozzáadott értéke a közszolgált televíziónak, ami pénzbe kerül, tehát a leginkább szerintem a sport része. Az biztos, hogy egy nagy pozitívum, hogy ma a Forma 1-et is hosszú távon ott lehet nézni, a magyar bajnokság finanszírozásában is, ezáltal egyébként a magyar foci finanszírozásában is nyilván részt vesz a közszolgálati televízió. Szóval ebben pontosan hogyan és mint számol, a törvényeknek megfelelően jogszerűen kell elszámolni, és eddig úgy tudom, hogy ez így is történt. Tehát a sport közvetítések miatt megéri ez az emelkedés? Hát mindenki eldönti, aki bekapcsolja a tévét és nézi a közszolgált tévét, annak megéri, akinek meg nem tetszik, az más néz. Ha annyi minden, tehát ha megnézzük, hogy 2010 óta milyen területen mennyivel költünk többet, akkor azt mondhatjuk, hogy a kétszeres az a visszafogott költekezés. Tehát családpolitikában szerintem közel vagyunk a tízszereshez, kulturális fejlesztéseknél és kiadásoknál is szintén sokszoros, gyermekétkeztetés, ingyenes gyermekétkeztetés 3-3,5-szeres. Tehát azt tudom csak, hogy hála jó Istennek, ha abból, hogy egy konzervatív gazdaságpolitika jó gazdasági növekedés mellett és fegyelmezett hiánycéllal érvényesül, bizonyos értelemben természetesen a vírus járványig érvényesült, annak nagyon sok haszonélvezője van, és ebben a kétszeres emelkedés az, hála jó Istennek, nem tartozik a nagy emelkedések közé. Nem gondolja, hogy egy közszolgálati médiában, illetve hogy kellett volna az ellenzék közös miniszterelnök jelöltjével interjút készíteni, vagy egyáltalán behívni bármelyik műsorba? Bizonyára erre még lesz lehetőség. De azt semmiképpen nem gondolom, hogy nekem kellene a közmédiát szerkeszteni. Többször is szó volt már arról a dokumentumról, amit Márki-Zay Péter mutatott be a hét elején. Az a kérdés, hogy tudtak-e egyáltalán arról, azt ha jól értem, akkor nem a Fidesz állította össze, de tudtak-e előtte arról, hogy ki fog jönni egy ilyen dokumentum? Én nem tudtam.
Köszönöm szépen. Világgazdaság. Köszönöm. Járdő Land vagyok. Talán nem esett róla szó, hogy kötelező lesz-e az oltás a tanároknak? Állami szektorba tartoznak ők is, tehát rájuk is az általános szabályokat szeretnénk érvényesíteni. Mikor tudják meg az érintett családok, hogy pontosan ő mekkora adó visszatérítésre számíthatnak? Erről előzetesen valamilyen értesítést? Azon gondolom, megjelente már a kormányrendelet, de a szabályok ma is ismertek, tehát mindenki ki tudja számolni. És tervezi a kormány a lakásfelújítási támogatások felülvizsgálatát az áremelkedések miatt? Ilyen döntés egyelőre nem született. Akkor úgy gondolja a kormány, elég lesz az a 3 millió forintos támogatás, hát olyan drasztikus építőanyag áremelkedések voltak? 3 plusz 3 millió forintról beszélünk, hogy ebből 3 az állam támogatás, 3 millió forint pedig kedvezményes hitel. Tehát a kérdés az, hogy a 6 millió forint elég lesz-e. Nyilván kevesebbre elég ma 6 millió forint az építőiparban, mint egy évvel ezelőtt volt. Ezért ezt érdemes megfontolni, de ilyen kormánydöntés egyelőre még nem született. Szépen, viszontlátásra.